Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét. Önök a 23. évfolyam 19. heti adását látják. Nézzük már is együtt a tartalmat. Először a Mesesarok jelentkezik. Utána a Doktor sorozat kerül képernyőre. Majd a közös nevező tárlat megnyitóját láthatják. Ezután Gere Imre kirendeltségvezető lesz a vendégem. Ötödik blokkunkban a Falánk-Fánkfalók találkozójára emlékezünk vissza. Adásunk végén az első kézből jelentkezik. Mesesarok rovatunkban Cili néni ma is egy kedves mesével kedveskedik nektek gyerekek, és a Pincefalu gyermekszemmel rajzpályázatról is beszél. Várjuk munkáitokat! A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. Szervusztok, kedves gyerekek! Köszöntelek a Mesesarok mai adásában. Mielőtt mesémet elkezdeném, egy nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmeteket. A mai mese egy rajzpályázathoz kapcsolódik. 2 év után ismét meghirdetjük a Pincefalu gyermekszemmel rajzpályázatot. Fessétek, rajzoljátok le, hogyan látjátok a Monori strázsát, a Monori Pincefalut. Ehhez kapcsolódik most a mai mese. Szegény ember szőlője. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak 3 fia. Ennek a szegény embernek 1 darab szőlője volt, egyebe semmi, se égen, se földön. Noha nem, őriztette is a szőlőjét, akárcsak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsálták éjjel, nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Adj egy falás kenyeret, te legény, már 2 hete nem ettem egy falatot sem. Na, majd holnap után vaskedden, válaszolta a fiú. Nem volt szép a válasz, és a békát is elkergette. A béka elment szó nélkül, a legény pedig csak hamar elaludt, s mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legény a hideg is kirázta félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de ő éppen úgy járt, mint a legidősebbik. Tőle is kért a béka kenyeret, ez a legény is elgergette, sőt, még kővel is megdobálta szegény békát. Aztán lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a szőlőnek már a fele sem volt meg. Hely, zsémbelt a szegény ember, egyebünk sincs annál a kis szőlőnél, és arra se tudtok vigyázni. Ám ekkor megszólalt a legkisebb fiú. Ne búsuljon, édesapám, ami maradt, az meg is marad, majd én őrzöm. Kiment a legény a szőlőbe, leült ő is falatozni, s hát jő a béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék, felelte a legkisebb fiú. Letört egy darabot a kenyérből, és a béka elé rakta. Egyél, szegény kicsi béka. No te fiú, mondotta a béka. Jót tett helyébe, jót várj. Adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön 3 paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhincs. Suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, egyszeribe megszelídülnek.
aztán meglátod, sok hasznukat veszed az életben. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éle a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták a földet a csillagos egekbe. De a legény nem nézte összetett kézzel, rájuk suhintott magyarosan. És abban a pillanatban megszelídültek, úgy állottak a legény előtt, mint egy bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. Semmit nem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszállat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy arany rozmaringot. Kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az arany rozmaringot. Jaj, próbálkozott ott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félim sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki. Sarkantyúba kapta lovát, s egy ugrással lekapta a rozmaringot, és úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz, de otthon erről nem tudtak semmit. A rongyos ruhájába ment haza, és mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok azért ott voltak csodálni a tettet, a legfiatalabb legény ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyjai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legfiatalabb legény. Jobban láttam én azt, mint ti. Ugyan már honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyjai. Hát, fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. Hú, a legények irigykedtek öccsükre, s hogy többet ilyet sose lásson, lebontották a kerítést. Eljött a következő vasárnap, ahol még magasabb fenyőszára egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött az ezösszőrű paripán egy vitéz, akinek a fején ezüst sisak volt, s egy ugrással lekapta az aranyalmát, és megint úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legfiatalabb fiú. Ugyan honnét láthattad? Felmásztam az old tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az old tetejét, hogy öccsük onnan se lássék semmit. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszára aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el. De most se ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripám volt, és aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon az idősebb testvérek nagy dicsekedve, hogy mi csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondotta a legfiatalabb legény. Ugyan már honnét láthattad? Honnét?
Hát a ház tetejéről. Jaj, mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Eközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát és az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta udvarába, aki valamire legény való csak volt az országban. Azok köz sem volt a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az arany sejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Kedves gyerekek, ebben a mesében főszerepet kapott a szőlő. A pincefalu gyermekszemmel rajzpályázat témája is lehet a szőlő. Ne feledjétek, két év után ismét meghirdetjük ezt a rajzpályázatot. Beérkezési határidő 2022. június 3. Tehát van még 3 hét, hogy elkészítsétek a pályaműveket. Leadási helyek: Gemini Televízió, Vigadó Kft. És a Monori Nemzetőr Általános Iskola. A nyertes pályaművek díjazására a Borvidékek hétvégéjén, június 11-én, szombaton, ünnepélyes keretek között kerül sor. Remélem tetszett a mese, várjuk a pályaműveket, ne feledjétek, beküldési határidő, június 3. Szerbusztok, viszontlátásra! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. A doktorsorozatban Lótka Timost és dr. Szegő Péterrel, az Orvos Intézet orvosigazgatójával beszélget. A téma igen érdekes, a hisztamin intoleranciáról lesz szó. A doktor. Hisztamin intolerancia. Köszöntöm Önöket! Ha valakinek nagyon furcsa tünetei vannak, és nagyon-nagyon sok kivizsgáláson részt vesz, és végül nem jönnek rá, hogy mi okozza ezeket a tüneteket, akkor nagyon hamar megkapja azt a bélyeget, hogy ez bizony hisztamin intolerancia. Egyre több helyről halljuk ezt, egyre több ismerősünk számol be ilyen problémákról. Erről kérdezem most dr. Szegő Pétert, az Orvos Intézet orvosigazgatóját. Doktor úr, ez tényleg egy ennyire gyakori probléma, mint amilyen gyakran hallunk róla, vagy ez csak rásütik a betegekre, hogy jobb hiány ez a probléma? Ez egy nagyon divatos probléma mostanában, és hát imádom a nevezéktanát. Tehát ez a hisztamin intolerancia, ez egy olyan nevezet, hisztaminra mindenki intoleráns, én is az vagyok. Tehát ha nekem beadnának nagyobb mennyiségű hisztamint, meg is halnék ott helyben. Tehát, nagyon szerencsétlen ez a megnevezés egyébként, de hát ez terjedt el a társadalomban, és hát őszintén szólva, hogyha Dow-enzim működési rendellenességnek hívnánk a dolgot, akkor talán kevesebben jegyeznék meg. Tehát, nem annyira trendi, így, igen. Tehát azt kell mondjam, hogy a populáris szempontból a hisztamin intolerancia az valahol érthető, meg rendben van. Alapvetően ezt nem túl régóta ismerjük, ezt a kórképet, és hát korábban azok a tünetek, amiket ez a betegség tud magán hordozni, azok úgy valahol úgy elsikadtak, hogy biztos góca van valahol, biztos valamire allergiás, csak nem tudjuk, hogy mire. Mi a tünetek? Hát alapvetően bőrkiütések, hasipanaszok és pszichés dolgok együtt. Tehát valaki egy kicsit depressziós mondjuk, hasi fájdalma van, hasi görcsei vannak esetleg, itt-ott fáj a hasam, és
visszatérően kiütései vagy bőrpírja van. Ezek viszkető kiütések? Ezek általában viszkető kiütések, igen. Akkor meg kell nézni azt, hogy ez a betegsége nincsene. Ezek lehetnek külön-külön problémák is, nem? Lehetnek külön-külön problémák, igen, csak ezeket a problémákat általában szószoros értelmében már agyonvizsgálták, mert mindent megnéztek már, amit lehetséges, góckutatástól kezdve tumorkutatáson át, nagyon-nagyon sok minden kerül ilyenkor képbe, és hát az ember nem talál semmit. És akkor a betegek fölmennek az internetre, nem lehet őket ezért elítélni, hiszen van egy olyan betegségük, amivel igazándiból nem találtak eddig megoldást, akkor nyilván szélesítik a látókört, ha bár az internet általában rossz tanácsadó, hát azért szögezzük le, hogy legalább 50%-ban tévedni fog az, aki az internetről akarja magát diagnosztizálni. De azért a betegek egy ilyen panaszsor esetén előbb-utóbb eljutnak addig, hogy hát ez lehet, hogy hisztaminintolerancia. És akkor ezt lehet vizsgálni, tehát az a jó, hogy ennek az enzimnak a működés zavarát, amit az elején említettünk, ezt tudjuk mérni. Ez egy egyszerű érvétel. Ez egy konkrét dolog, tehát hogyha bekopogtatok önhöz, hogy doktor úr, lehet, hogy hisztamin intolerancián van, akkor ez egy vizsgálatból kiderül, hogy így van-e vagy sem. Hát van egy objektív mérőszáma. Először azért mégiscsak körbe érdeklődjük, hogy mi a probléma. Csak azért, hogy nem tudom, a fülcimpán viszket nincs-e hisztamin intolerancián, arra nyilván azt fogjuk mondani, hogy nem valószínű. De hogyha az illető erősködik, vagy neki, mégiscsak nézzük ezt meg, nem egy nagy mutatvány őszintén szólva. Ez egy darab vérvételből kiderül. Na most. A következő lépés az viszont egy kicsit nehezebb, mert hogyha valakinek ez tényleg van, akkor mi a teendő? Igen, tehát akkor elvileg egyrészt lehet ugye hisztamin hatást blokkoló gyógyszereket szedni. Innentől kezdve ezt ugye nem egy, nem két napig kell megtenni, illetve van egy nagyon komplex diéta, amit ilyenkor be kell vezetni, ugyanis vannak olyan ételek, amik hát vagy hisztamin felszabadítással, vagy külső forrásból túlzott mennyiségű hisztamin bevitellel ezeket a panaszokat okozzák. Ugye itt a gond az, és azért alakul ki a magasabb hisztamin szint, mert az az enzim, ami a hisztamint ártalmatlanítaná, lebontaná, és mondjuk biológiailag inaktiválná, az nem működik olyan vehemenciával, ahogy neki kéne. Na most, ha nem ürítjük ki a rendszerből a hisztamint, akkor az ott marad, és előbb-utóbb föltorlódik, a föltorlódott mennyiségnek pedig lesznek olyan hatásai, amiket az előbb említettünk. Tehát egyrészt miből áll ez a diéta? Hát, ezt leginkább egy dietetikussal kell megbeszélni. Hát az, hogy most felsoroljam azt a 40-50 féle ételt, amit szabad fogyasztani, és azt a 150 félét, amit nem. Én találkoztam olyan emberrel, akinek hisztamin intoleranciája van, és nagyjából semmit nem ehetett. Hát azért ez így nem igaz, de van pár olyan alapvetés, amire figyelni kell. Na most ez tényleg, ez egy olyan kérdéskör, amit le kell ülni egy dietetikussal, aki ebben jártas, és át kell vele beszélni. Mire az ember ezt átbeszél és felfogja, megérti, hogy miről van szó, az egy legalább 30-35 perces beszélgetés. Tehát nem egyszerű sajnos. Viszont a jó hír az, hogyha valakinek tényleg ebből adódtak a panaszai, és jellegzetesen már nagyon régóta vannak panaszai, és elkezdett beletörődni abba, hogy neki már az élete végéig ezzel együtt kell létezni, az hirtelen ott találja magát, hogy lett egy ismert betegsége, aminek lett egy jó megoldása, csak ezt kell csinálni. És ez azért nem egy lebecsülendő dolog. Tudnélik azok a pszichés torzulások, amik egy krónikus betegség során létrejönnek, meg azok a hát életmódbeli torzulások, amik szintén létrejönnek, azokat ilyenkor szépen vissza lehet fordítani, és a beteg hirtelen ott találja magát, hogy a régi életminősége jött vissza. És ez azért nagyon, nagyon jó érzés mindenkinek. Hogyha valakiről ez kiderül, akkor ugye megy a dietetikushoz, megy a belgyógyászhoz, lehet, hogy kap gyógyszert, lehet, hogy diétát kell tartania. Is. Hogy lehet elkerülni azt, hogy ez a betegség kialakuljon? Ez egy hajlam kérdése? Hát, nagyjából sehogy. Hát ez az a helyzet, hogy ha ennek az enzimnek a működése vagy a kifejeződése csökkent, akkor az ellen nem nagyon tehetünk semmit. Kezelni kell ezt a dolgot. Ez is fel kell ismerni, tényleg. Nem öndiagnosztikával. Nem öndiagnosztika, illetve hát a felvetés ennek az egésznek az természetesen az őhet saját kútfőből, persze. Hát a beteg az, aki 0-24-ben otthon egyedül van a betegségével, és teljesen természetes, hogy gondolkodik erről az állapotról. Objektivizálni kell mindenféleképpen, mint mondjuk a tejcukorérzékenységet, meg mint mondjuk a lisztérzékenységet, mert azt is egy ideig véli magáról az ember, hogy az aztán utána vagy kiderült tényleg, vagy nem, vagy sikerül igazolni, vagy nem. Itt is véli az ember magáról, hogy Down-enzim működési zavara van, mondjuk hisztamin intoleráns. Ha sikerül objektivizálni, és tényleg ez van a háttérben, akkor van rá megoldás, akkor ezt lehet kezelni. Köszönöm szépen a beszélgetést!
A közös nevező sorozatunkban a mai alkalommal Nagy Parisa festőművész tárlat megnyitójába pillanthatnak bele. A kiállítást Ölvedi Krisztina művész és művészetpártoló nyitotta meg a Vigadóban. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket e havi közös nevező kiállítás sorozatunk megnyitóján. Mai művészünket, Nagy Parisát azt hiszem nem kell Önöknek bemutatni, hiszen nagyon sokan ismerik és tisztelik az ő művészetét. Fogadják nagyon sok szeretettel a mai kiállítás megnyitóját, Ölvedi Krisztinát. Az otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopogásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait, ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, és az embereket, és mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon, és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogyha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még vagy most hozzám tartoznak. Ez az otthon. Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon, egy pince is. Még egy gajakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál, egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben, egy könyv az asztalon, egy ébresztőóra, vagy mit tudom én, ezer apró kacat ragad az emberhez út közben. Ha mindezt érezni tudod, nem vagy otthontalan a világban. Nézd ezt a fát. Látod a sok fa levelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbnek is van, mélyen lent a földben egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull. Lehull a levél, igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott, a föld alatt, a levecske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet. Érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. És akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így. Nagyon sok. Gondolj a gyökérre, írta Vas Albert, de szerintem ezek a sorok minden hazáját kényszerből elhagyó emberre érvényesek. Nagy megtiszteltető számomra, hogy ismét én mutathatom be Önöknek Nagy Parisát, és én nyithatom meg az ő különleges, több ország szellemiségét és tanítását hordozó, nem mindennapi kiállítását. Mondottam ezt 2013. február 4-én 17 órakor, ugyanitt és ugyanebben az órában. De ma ugyanezekkel a sorokkal kell kezdenem a mai kiállítás megnyitóját is, hiszen ismét nagy megtiszteltetésnek érzem Nagy Parisa felkérését, és most is nagy örömmel tölt el, hogy itt és most a Vigadó galériájában újra együtt lehetünk, és ismét együtt nézhetjük meg Parisa 2013 óta készült alkotásait.
Nagy Parisa végzettsége szerint festőművész, grafikus és lakberendező. 1963-ban született Iránban, ezen belül Teheránban. Gyermekkora óta érdeklődik a rajz, a festészet, az általában minden manuális tevékenység iránt. A családja állandó és erőteljes bátorítása nagyon sokat segített neki abban, hogy ez az alkotó képesség valóban kifejlődhessen benne. A középiskola befejezése után 2 évig festészeti technikát tanult, majd 1984-től a teheráni képzőművészeti főiskola festészet szakára járt, szintén 2 évig, de a háborútól való menekülés, valamint a tanulási vágya és egy sokkal gazdagabb kulturális légkör iránti vágya végül is Franciaországba vezette, ahol 1987-ben beiratkozott a Párizsi Képzőművészeti Főiskola rajzszakára, ahova szintén 2 évig járt, nagy kíváncsisággal és nagy lelkesedéssel. 1993 óta él Magyarországon, mivel 1993-ban házasságot kötött Nagy Imrével, akivel egy koreai nemzetközi diákszervezet által megrendezett összejövetelen ismerkedett meg, akivel rövid időn belül úgy döntöttek, hogy ezentúl Magyarországon fognak élni. A 2013-as kiállítási megnyitó beszédemben annak idején beszédemet úgy zártam le, hogy a művésznőnek további sikereket kívántam, és azt, hogy találja meg a helyét és az igazi otthonát itt Monodon. Örömmel jelenthetem, hogy ez sikerült, hiszen Parisa időközben már szinte igazi monori lokálpatrióta lett. 2 gyermeket nevelnek, akik itt járnak iskolában, és akik a szüleikkel együtt nagyon jól érzik itt magukat Monoron. Tehát Parisának mégiscsak sikerült magával hoznia otthonról azt a bizonyos kis gyökeret, azt a bizonyos kis hajszálerecskét, amiről Vas Albert beszélt, hiszen bizonyítottan sikerült neki új életet, új leveleket, illetve új tavaszokat megélnie és élesztenie. Időközben elkészült az otthonuk kertjében épített műhelye, illetve galériája is, ahol rendületlenül alkot és dolgozik. Parisa tehát itt Monoron is folytatja a művészeti pályáját, és itt élve is sok kiállítást rendezett, úgy Magyarországon, mint külföldön. Több kiállítása volt már Franciaországban, Ausztriában, Japánban és Budapesten is. 1999-ben például a 3. díjat nyerte el egy Tokióban megrendezett nemzetközi pályázaton. Új budapesti életének kezdetén, mert először az anyósa otthonában laktak, 1993 és 2008 között, sokáig festészeti technikát tanított, és magánúton magántanítványokat fogadott. Ebben az időben, mint ahogyan az 2013-as megnyitón is elmondtam, volt egy kék korszaka, ami a perzsa kultúra fontos színvilága, amit talán a honvágy, a hazai színvilág beidegződése alakított ki lelki szemei előtt, majd jött a sárgás és a narancssárgás színvilág, amely már a melegséget, a boldogságot és az éltető napfényt szimbolizálta alkotásain, ami a megnyugvást, a boldogságot és a reménykeltő biztonságot sugározta alkotásaim. Budapestre költözésük után Parisa alkotásainak a témaválasztása egy időre megváltozott, hiszen rendszeresen járt az Operaház próbáira és előadásaira, ahol a megvilágított zenekari árok fényei mellett rajzolta a táncosokat, és így készült el a monumentális és szinte egyedülálló táncsorozata, amelyből 2013-ban itt a monori kiállításon is láthattunk párat, amelyet azonban teljes egészében a Budai Vár Nemzeti Táncszínházában láthatott először a nagy közönség. Fontosnak tartom, hogy idézzek pár mondatot ennek a kiállításnak a netes híradásából is.
A táncosok kecsessége már dögált és megihlette. Most egy iráni magyar festőnő próbálja megragadni a megfoghatatlant. Nagy Parisa franciás eleganciával éri utol a légies, mégis dinamikus alakokat. A zene parancsára fest, és a rajzoló ceruzája lágyan engedelmeskedik, és lágyan lényegül át éterivé. Arcok nincsenek, mert itt a tánc extázisa, a megélt mozdulat, a megélt pillanat a lényeges. És valóban itt a ritmus, a mozdulat, a szenvedély, a mozgás szabadsága a fontos, amelyekről időnként szerelmi illatot áraszt a gyönyör. Nagy Parizsa honlapját nézve sok rajzot láthatunk a különböző országok jellegzetes szépségeiről, például a párizsi Szajnapartról, Franciaország csodás kastélyairól, Ausztria jellegzetes tájairól és házairól, Libanon jellegzetes tornyairól, de ma már tudatosan a mostani otthona körüli szépségeket és jellegzetességeket keresi. Bolcsó Gusztáv nemrégen megjelent online újságcikke is erről számol be. Itt részletesen megtudhatta mindenki, hogy egy iráni származású festő és grafikus művész a monoristráza szépségeit örökíti meg, mert kiemelt célja, hogy alkotásaival segítse a monori pincefalú megismertetését és turisztikai előmenetelét. Parisa számára nagyon fontos, hogy azt a helyet, ahol lakik, illetve ahol az otthona van, valahogyan szolgálni tudja. Bevallása szerint a pincefalu nagyon tetszik neki, így mindenképpen segíteni szeretné Kúgel Gyuri bácsi művészet és művészetpártoló célkitűzéseit, és azon törekvéseit, hogy ezt a különleges helyet a bor és a gasztronómiai élvezetek propagálásán túl a kézműves készítményeinkkel, valamint a monori művészetekkel karöltve turisztikai szempontból is fel kell fejleszteni. 1997 óta a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülésének a tagja. Ez a tény céltudatossá vagy céltudatosabbá tette, mert alkotásait az itteni elvárásoknak megfelelően a legjobb tudása szerint szeretné készíteni, de úgy, hogy az eredeti egyéniségét is meg tudja tartani, és az otthonról vagy Párizsból hozott szellemiségét, tudását, illetve azok gondolatvilágát is meg tudja mutatni alkotásain. Ennek jegyében sok alkotást készített mostanában, amik a hazája ősi gyökereihez nyúlnak vissza, például egy mozaikos alapra festett antikolt oroszlán ábrázolást, ami a 2500 évvel ezelőtti ősi perzsák uralkodói jelképe volt, és amik az egykori perzsa birodalom palotáinak romjai alól kerültek elő. De kiemelhetném a keleti motivumokat ábrázoló és bemutató, például itt is látható bika, vagy a Perzsa katona című falu képet is. Szerencsére a képzőművészeti hatás nem akadályozzák nyelvi korlátok vallotta, hiszen a legősibb, legörökebb emberi értékek mindenütt érzékelhetők minden országban, minden világrészen az alkotásaimon, mint például az öröm, a harmónia, az anyai szeretet, az igaz szerelem, a barátság és az egyetemes békevágy. Nagy Parizsáról tudni kell, ezt már 13-as megnyitó beszédemben is kiemeltem, hogy a legfontosabb emberi feladat számára az örömszerzés. Az egész világ területére kiterjesztve, határok nélkül, a világ béke jegyében, hiszen évtizedek óta a békeszerető,
világpolgárként is elismert dél-koreai mondtiszteletes tanításainak lelkes követője. Ennek a békemozgalomnak és tanításainak szeretnénk megfelelni, vallotta, mely szerint a békés világ, illetve a különböző vallások és népek és nemzetek egynyilvánulása a cél a szeretet és a béke jegyében. Emiatt az eszmeiség miatt Parisa a budapesti békeházban működő Nők Világbéke Szövetségének, valamint az Egyetemes Békeszövetségnek is tagja, ahol vezetői feladatokat is végzett évtizedekig. Volt szerencsém Parisa meghívása révén részt venni egy-két ilyen rendezvényen. Bizonyíthatom, mert láthattam, hogy ezek a rendezvények valóban a szeretet jegyében zajlottak. Megható volt látni, ahogyan a többféle hazánkban otthon találó náció tagjai örültek egymásnak. Valahogy itthon mi ritkán láthatunk ilyen találkozásokat. De ha valaki elolvassa az interneten lévő cikket, amit Parisáról írtak, bocsánat, Ezer egy éjszaka világon Magyarországon címmel, Parisa ismeretlenül és azonnal szimpatikus lesz a számára. Megható sorok bizonyítják itt és Parisa félelmekkel teli ifjúságát, a 15 éves korában kitört iráni forradalom miatt, valamint a másfél évvel későbbi irán-iraki háború miatt. Ezeknek az eseményeknek komoly hatása volt mind az életére, mind pedig az életről alkotott nézeteire. Szimpátiát érezhetünk azonban a magyar és az iráni nép közeli rokonsága miatt is, mely szerint bizonyított tény, hogy a honfoglalás előtt egy magyar csapat Perzsiába vonult, miközben a többiek a Kárpát-medencébe. Vagy gondoljunk csak arra a tényre, hogy a jászok ősei köztudottan Iránból jöttek. A két kultúra között mind a mai napig rendszeres találkozások vannak, olvashattam. Parisa tulajdonképpen a szülőföldje elhagyása után Párizsban találta meg önmagát. Új irányt vett az élete és a művészete is, sőt, megváltozott az életről alkotott képe is. Bár elsősorban Párizsban élt, de sokat utazott szerte Franciaországban. Két nagy sikerű kiállítása is volt Párizsban, olvashattam ezt is egy tudósításban. Annak idején, amikor Franciaországba mentem, fontossá váltak a gyökereim. Új dimenziókat fedeztem fel a festészetben. Olyan dimenziókat, amelyek segítségével úgy éreztem, meg tudom osztani az emberekkel az érzéseimet, a gondolataimat. A kelet és a nyugati kultúra egymást kiegészítő hatását tükröző műveimet annak reményében ajánlom, hogy ihlet forrásai legyenek az emberek számára, és tovább tudják azt gondolni, és tovább meg tudják érteni az alkotások üzeneteit, írja magáról a honlapján. Amióta eljött a hazájából, kétszer volt otthon, 1999-ben a férjével látogatott haza, ami csodálatos élményt jelentett mindkettőjüknek. Bevallása szerint elmondhatatlan érzés volt látni gyermekkora színhelyeit, főleg a tengert. Gyermekkorában a családjával sokat kirándultak el a Kaszpi-tengerhez, még mindig érzi az órában a tenger és a víz illatát. Sehol máshol nem tudom ezt érezni, vallotta, pedig már sok tengert látott életében. A második látogatásuk viszont nagyon megrázó volt. Beengedték a repülőtéren, de haza már nem. Több mint egy hónapig ellenőrizték az iratait, hogy végre visszakaphassa az útlevelét. Azóta fél hazamenni. Időközben az apukája is meghalt. Két fiú testvére is elhagyta az országot.
A kisebbik fiú testvérét például 13 évesen kellett kimenekíteni a háború kitörésekor az országból, hogy ne tudják elvinni 13 évesen katonának. A család tehát szétszorozott. Testvérei Párizsban és Amerikában éltek, de ők a háború után visszatértek hazájukba, hogy édesanyjuk közelében lehessenek. Anyukája már járt Magyarországon, nagyon tetszik neki Budapest, sőt, Monor is. Nagyon boldog, hogy a sok gyermekkori trauma után a gyermekei mindig megtalálták helyüket a nagyvilágban, és végre boldogan élhetnek. Ez megnyugvással tölti őt el. Mindezeket hallva, talán megértik, hogy miért is olvastam fel bevezetőként Vas Albert sorait. És most beszéljünk végezetül az itt látható alkotásokról is kicsit. Itt és most olajképek helyett grafikákat, toll és tusrajzokat, valamint vegyes technikával készült akvarelleket láthatunk legfőképpen, de kaphatunk egy kis ízelítőt Paris a lakberendezői énjéből is. Az itt látható kő, illetve itong faragásai és domborművei, valamint lakberendezői dísztárgyai által. Például egy régi szamovárból újrávarázsolt hangulatlámpát, vagy a Király és királynő című vegyes technikával készült fa alapú fali képét. A régi kidobott használati tárgyakból mindig nagy örömmel készít új lakberendezési tárgyakat, hogy azok aztán díszítő elemként újra tovább élhessenek az otthonainkban. Egyébként meg kell, hogy mondjam, megrendelése is dolgozik. Az itong vésései és a faragásai által találkozhatunk ma virágmotívumokkal, valamint a keleti világ klasszikus motivumaiból is láthatunk itt egy párat. Nekem nagyon tetszik Paris alkotásain, hogy a kép központiságának magas szintű mindig a központiság kiemelése. Mint láthatják majd, és megnézhetik még egyszer, nincsenek kirajzolva végig az alkotások a kép keretéig, hanem a kiválasztott téma középen lepeg, álomszerűen, lágyan, finoman, csak is a kiválasztott mondanivaló kiemelésére, központiságára fókuszálva, ahogyan azt abban a pillanatban, akkor és ott Parisa látta. Nagy Parisa szerintem a pillanat rögzítésének mestere. Ez jól érzékelhető a tánc sorozatán is, de a számára kedves táj és városképeit is legtöbbször ilyen emlékképszerűen örökíti meg, pedig mindig kint a szabadban a helyszínen rajzolja meg azokat. Nézzék meg például a vegyes technikával készült színvarázs, zebegény, a kis tónál, vagy a levendulás színű alkotásait. Lenyűgözőek. De a kikapcsolódás, a várakozás, vagy a kilátónál, vagy séta a kilátónál, vagy a Csodaszép pincafalű című grafikák is példaértékűek. A tusrajzok közül talán a Visegrád című alkotást emelném ki. Ezeknek a grafikáknak a hangulata, a grafikáknak a hangulat, a frissesség és a lendület a jellemzője, de érdemes megállni a vegyes technikával készült akvarell képeinél is. A vízfestményeket a művészek időnként más technikai eszközökkel is kiegészítik, például tussal, pasztellel, tollal, ceruzával, és ezzel egy nagyon szép hatást tudnak elérni az alkotásaikon. Parisa gyakran él ezekkel a technikai megoldásokkal, mindannyiunk örömére.
Befejezésül kívánom, hogy mindenki találjon a kiállított alkotások között legalább egy olyat, ami megérintette a lelkét, amire nagy örömmel rácsodálkozott, mert ismerős, vagy a környezetében található, és amit szívesen látna esetleg az otthonában is, mert akkor már nem volt hiába való ennek a kiállításnak a megrendezése. Paris a legnagyobb vágya mindig az, hogy az alkotásaival örömöt szerezzen. De amikor tényleg kezdtem, hihetetlenül, hogy láttam, mennyire szépség van mindenhol. Amit az ember utazik, megy vásárolni munkahelyén bárhol, nem veszi észre, hogy mennyire szépek vannak körülöttünk. Én is onnantól teljesen másképpen láttam a kisebb dolgokat. Most mentem vásárolni, olyan egy kaput annyira szép tud lenni a fény és a árnyék, ahogy így játszik egymással. És is kezdtem Monoron különböző helyen menni, és a pincefalu azóta, hogy jöttünk Monoron, nagyon tetszik nekem, olyan hangulatos, és tényleg érzem, hogy a Monornak a pincefalu ez egy gyémánt. És hogy tényleg szeretnék azzal segíteni, hogy a pincefalut is jobban felemelni, hogy jobban ismerjenek, és segíteni, hogy turisztikailag is fontosabbá válni, vagy ismeretemet, 1000 pince van, és ami nagyon ritka egy helyen, 1000 pince, és gyönyörű szép. Úgyhogy én szeretnék ezzel köszönni, hogy jöttetek, és remélem, hogy tényleg a munkáim örömet okoznak, és itt vagyok, bármi kérdés van, szívesen válaszolok, beszélek a munkákról. És még egy valamit szeretnék mondani, hogy egyszerűen, amikor jöttünk itt Monoron lakni, jöttem egy kiállításra, onnan találkoztunk együtt Krisztával, és Kriszta így mesélt, hogy régebben is mennyire különböző kiállításokat nyitott, vagy a művészeknek programokat szerveztek, klubokat, és ahogy akkor én aktívan dolgoztam a Nők Világbékés Szövetségben, és a Békén Nagykövet díjat felajánlottunk Krisztának a munkáért, ami sokszor a élete munkája mellett próbált mindig segíteni, vagy a művészetet felemelni, és a művészekkel dolgozni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy találkoztunk is, így ismerünk egymást, és köszönöm a mai napi beszédet, Kriszta. A következőkben Gere Imrével, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjével arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni, amikor a szabadban tartózkodunk, hogyan kell tüzet gyújtani, hogy biztonságban legyünk, és persze toborzunk is. Kedves nézőink, a Gemini Televízió stúdiójában nagy szeretettel köszöntöm Gere Imre tűzoltó ezredest, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy ismét itt van nálunk. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm mind a tévénézőit, mindent. Kedves nézőink, nem tudom, hogy mennyire kísérik figyelemmel, de május 4-e a tűzoltók napja. Hogy ünnepeltek a monori tűzoltók meg a dabasiak? Maga a készenléti állomány szolgálattal ünnepelt, ami azt jelenti, hogy nyilván nem egy olyan feszes szolgálat volt, ami annyit jelent, hogy ezen a napon az oktatásban is mind a gyakorlatok terén szünet van, de viszont nincsenek kötelező foglalkozások. De a készenlét az ott van, hogyha baj van, akkor menni kell. Igen, a készenlétet el kell látni. Annyi, hogy ezen a napon nekik az illetményük duplán emelkedik, mivel ünnepnapon dolgoznak. És egy másik fontos eseményről is beszélünk, mégpedig a nyitott szertár kapu. Hát nem tudom, hogy ez mit jelent, de majd kirendeltségvezető úr elmondja.
most már lassan hagyománya lesz ennek, gyakorlatilag összekötjük a gyermeknapokat, vagy a gyermeknapot a nyitott szertárkapuval. Nagyon sok megkeresés jött felénk annak idején, hogy minden település szinte szeretne egy tűzoltóautót az ő saját gyereknapján, mivel egybeesek ez az időpont, ez elég nehezen tudtunk ennek eleget tenni, meg igazából jobban szeretjük azt, hogy mikor bejönnek hozzánk és ott nézik meg kézközelben a felszerelést, meg hogy hogyan élünk, mint hogy kimegyünk és egy fecskendőt néznek, tehát itt sokkal többet látnak belül. Ennek kapcsán valamikor elindult ez a folyamat, az Országos Katasztrófa Főigazgatóság kitalálta, hogy az országban egy azonos napon mindenhol nyitott szertárkapuk legyenek. Amikor itt most éppen május 29-éről beszélünk, május 29-én 8 óra és 15 óra között teljesen szabadon be lehet jönni a laktanyába, és a laktanyában bemutatjuk mind az életünket, bemutatjuk azokat a gyűjteményeinket, ami a laktanyán belül megtalálható, régi felszerelésektől kezdve akár képek, akár a történelme a tűzoltóságnak, illetve meg lehet nézni a gépjárműveket, csinálunk olyan kis vetélkedőket a gyerekeknek, lesz arcfestés, lesz színezés, akár lehet locsolni is, van ilyen megépített céltábla, játékos céltábla, amit egy úgynevezett puttonyfecskendőből lehet locsolni, célba lőni, tehát mind-mind arra a következtetésre lehet jutni, hogy hogyan élünk, és mi a célja, és mi a feladata, hogyan látjuk el a tűzvédelmet. Nyilván az elmúlt két évben erre nem volt lehetőség, hiszen a Covid azért alatt nem lehetett bemenni a laktanyába. Így van. Előtte mennyi volt az érdeklődő? Azért folyamatosan voltak, tehát olyan nagy tömeg nem volt, azt mondhatom, de igazából folyamatosan jöttek ez idő alatt a családok, és ez egy nagyon jó alkalom arra a családoknak, hogy bejöhessen, akár apuka, anyuka megismerkedjen, el tudunk mondani fontos információkat, amivel érdemes foglalkozni, megelőzni otthon a tűz és az ilyen bajokat vagy katasztrófa eseményeket. Gyakorlatilag ezért is érdemes bejönni, illetve a gyerekeknek is egy kikapcsolódás, közel kerülnek, felülhet a tűzoltóautóba, megnézheti a felszerelést, tehát mégis azért egy jobban belelátnak a szakmánkba, tehát civil szemmel egy izgalmas történet ez. Hát látogassanak el, tehát május 29-e 8 és 15 óra között a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a laktanyájába, és a fontos információkat mi is át tudjuk adni, hiszen ezért ültünk ma Gere úrral ehhez az asztalhoz. És az első kanyarban ismét a lakástüzekről kell beszélgetnünk. Sokszor volt már ez téma. Úgyhogy én próbáltam most egy kicsit más megközelítésből előhozni ezt a történetet. Ugye vannak apró tűzesetek, meg vannak azok, amelyek egy élet munkáját teszik tönkre, és vannak közötte a megfelelő kis fokozatok. Melyiknél hogyan kell reagálnunk? Én azt gondolom, hogy szakmai szemmel áttekintve ezt, gyakorlatilag minden tűznél határozottan, higgadtan kell, hogy gondolkodjunk és eljárjunk. A pánik az mindig rossz tanácsadó. Tehát végig kell gondolnunk, hogy mik azok a lehetőségek. Elsősorban lakosként ügyelnem kell arra, hogy a testi épségemet ne veszélyeztessem, de azért próbáljuk megtenni mindent azért, hogy kisebb legyen ez a tűz. Tehát egy kezdődő tűznél még sok mindent lehet vele kezdeni. Az első és a legfontosabb dolog, hogy mindig nézzük azt, hogy például most egy ott felejtett olaj a gáztűzhelyen. Ha belöntök egy vödör vizet, nem fogok vele nagy szerencsét elérni, mert szét fog fröccsenni az égő olaj és meggyújtja a környezetét. Tehát sokkal, ha végig gondolom higgadtan és ráteszek egy födőt, tehát gyakorlatilag tudnunk kell, elmondok, a tűznek három alapfeltétele van, ugye? Ezt azért gondolom, hogy sokan tudják, akinek nem, azért mégis elmondanám. Kell ugye egy éghető anyag, kell egy gyújtóforrás, és kell hozzá, hogy oxigén legyen. Ebből a három közül valamelyiket elvonom, akkor gyakorlatilag megszűnik a tűz. Hát itt ezt most arra hegyeztem ki, hogy egy födővel letakarom az égő olajat, elvontam tőle az oxigént, el fog aludni. Belöntöm a vizet, nem fog elaludni. Akár mondjuk egy vizes törőközővel leterítem csak a tetejét. Tehát mindig az a cél, hogy elvonjam onnan az oxigén, vagy az éghető anyagot kell, hogy kivegyem a területről. És akkor megszűnik az égés, és ezért mondom, hogy ezt mindig végig kell gondolni. Ugyanúgy, mint mondtam, hogy ne veszélyeztesse senki a saját testi épségét, vagy az egészségét, vagy az életét. Most egy elektromos hálózatban bedugott kenyérsütő, mikrohullámú sütő, tévé, bármiről beszélünk.
amíg az elektromos hálózatban benne van, nem biztos, hogy ajánlatos, sőt, biztos, hogy nem ajánlatos vízzel ezt lelocsolni, mert akár még áramütést is szenvedünk. Tehát gyakorlatilag le kell választani a hálózattól ezeket a készülékeket, tehát azért mondom, hogy mindig higgadtan kell ezt végig gondolni, és a legrövidebb úton megtenni azokat a lépéseket, ami ahhoz hozzásegít bennünket, hogy minél kisebb legyen a kár, illetve minél kisebb tűz alakulhasson ki. Találkozott már olyan kárszenvedő emberrel, akihez kivonult a tűzoltóság, és ezt a fegyelmet, ezt a precizitást mutatta? Természetesen. Nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, és mindenki másképp reagálja a dolgokat. Van, aki pánikbe esik, úgy kell onnan kivontatni. Van nyilván olyan, aki meggondolja a lehetőségét, és tudja, hogy mit kell csinálni. Én mondjuk egy szakmai szemmel egy kicsit elfogult vagyok. Nekem azért az épületen belül is vannak poroltó készülékeim, tehát nyilván azért mondom, ez egy kicsit szakmai ártalom, illetve amiért a család nem nagyon szokta tolerálni, hogy én elmegyek egy rendezvényre, és a rendezvényen rögtön a tűzvédelmi szabálytalanságokat figyelem. Tehát mindig szokták mondani, hogy most nem tűzoltó vagy, most vendégként vagy, itt felejtsd el, de nyilván, hogy az embernek azért az évek során ragadnak olyan rigolyái, amit a szakmáért, a szakma szeretete, vagy a szakmának a vonzalma miatt megtesz, és odafigyel. Gyere. Mondjuk, ha van egy nagyobb lakástűz, akkor nyilván az emberben felpörög, vagy átpörög az, hogy úristen, a pénzem, az irataim, a nem tudom, most vásárolt tévé, és hadd ne soroljam még ezeket a számunkra fontos dolgokat, és megpróbál visszamenni érte. Vagy bent maradt a kutya, a macska, nem tudom én. Nyilván, hogy az ember sok mindenért megtesz sok minden, viszont én mindenkit arra biztatok, hogy ezt még mielőtt nem alakult ki semmi eseményünk, végig kell gondolni. Tehát én gondolok arra, hogy bezárjuk az ajtót belülről, olyankor úgy gyerekünk van, aki esetleg később érkezik haza, leteszem a kulcsot. Tudnom kell, hogy hol teszem le azt a kulcsot. Gyakorlatilag azt kell végig gondolni, hogy én éjszaka alszom, álmomból fölriadok arra, hogy ég valami, menekülnöm kellene, a saját kulcsomat nem fogom megtalálni. Uh-huh. És ugyanígy mondhatom azt, hogy alapvető fontos dolgokat elkülönítve tartok egy fiókba, vagy egy táskába, amit ha baj van, megfogok és kiragadok, és már megyek is vele. És akkor egy csomó minden, minden kellemetlenségtől megmentem magam. Érdemes lenne egy felesleges menekülési tervet készítenie minden Igen, egyes házatartásban. Mindenképpen, mert sosem tudjuk, hogy mikor mi alakul ki, tehát ez mindenképpen, és alapvetően ami még dolog elő szokott kerülni, hogy ugye a biztosítás van a lakásunkon, és utána ezt érvényesíteni szeretnénk, lehet, hogy biztosítási kötvényünk, mindenünk bennék. Tehát ezeket érdemes lenne egy ilyen pakba összekészíteni, és ha vész van, akkor bedobom a táskába és szaladok. És ugye nem feltétlenül biztos, hogy csak tűzesetre kell gondolni. Aki olyan területen lakik, ahol árvízveszélyes a terület, ott is nyilván nem kell hosszú perceket ezzel időzni, hogy ezeket összekészítsem. Nyilván szokott lenni minden évben katasztrófavédelmi versenyünk. Ez is ugye azért a Covid miatt elmaradt, és még mindig ott tartunk, hogy még mindig talán az idei évben sem kerül ez megrendezésre, de ott már a gyerekeket is rászoktatjuk arra, vagy megpróbáljuk megtanítani arra, hogy mik azok az alapvető fontos dolgok, amikor a lakást el kell, hogy hagyjam, miket kell, hogy magammal vigyek. Ugye zseblámpa, esővédő dolgok, tehát mind ilyen alapvető fontos dolgok, tisztálkodási szerek, gyógyszereim, amik esetleg vannak, ezeket mind össze lehetne úgy készíteni, hogy adott helyzetben csak egy valamit magamhoz rántok, és akkor mégis egy csomó fontos dolgot elviszek magammal. Ugye azt nagyon jól tudják a kedves nézők, hogy a központi segélyhívó szám az a 112, a tűzoltóságot pedig a 105-ös hívószámon lehet keresni vagy felhívni. Mit kell akkor tennem, hogyha én vagyok a háznak a tulajdonosa, és akár apró, akár nagyobb tűz van? Tehát nyilván az első fontos, hogy végig gondoljam azt, hogy kik vannak a lakásban, családtagjaim, akár kisállataim, hogy azoknak a menekítését meg tudjam elsősorban oldani. Utána végig kell gondolni, amit mondtam, hogy elektromos hálózatot leválasztani. Ma már azért tudjuk azt, hogy a gázorrának a külső leválasztása is megoldható. Ezeket mindent ki kell zárni, mert adott esetben ez csak ronthat a helyzeten. Mondjuk egy lakástűznél egy flexibilis gázvezeték, amivel be van a gáztűzhely kötve,
könnyen elég, az akkor a tüzet már még jobban fogja táplálni, még nagyobb tűz tud kialakulni. Tehát úgy mondom inkább, hogy az összes ilyen közművet alapvető szinten kizárni. Mindenképpen, ha van segítségünk, az első legfontosabb feladat az, hogy a segítség hívja valamelyik segélyhívószámot, akár a tűzoltóságét, akár a 112-t, bár én mindenkit biztatok arra, hogy a 112 egy komplexebb segítséget tud nyújtani, ott egy kikérdezés után az operátor el fogja azt dönteni, hogy tűzoltók, mentők, rendőrök, tehát a terszerveink közül is kit kell, hogy kiriasztan a helyszínre, és akkor nem kell külön-külön telefont indítani, tehát ez mindenképpen egy fontos tényező. Ugye, és akkor végig kell gondolni, a közműveket kizárni, és akkor esetleg, amiről beszéltünk már, hogy fontos iratokat, ha ki tudunk vinni, akkor ki kell vinni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az egész a testi épségünknek a veszélyeztetésével inkább hagyjuk ott az igazolványt. Tehát az mindig könnyen pótolható dolog, mint hogy ott komoly égési sérüléseket, vagy akár füstmérgezést szenved az ember, és még utána őt is menteni kell. Mi is tapasztaltuk már, amikor úton voltunk, akár Monoron belül, hogy láttunk hatalmas nagy füstfelhőt mondjuk a városnak a túlsó végében. És nem feltétlenül azért, mert katasztrófa turisták vagyunk, de azért egyszer-egyszer elkanyarodtunk az adott helyszín felé meggyőződni, hogy vajon éppen egy lakóházig, vagy csak füstölnek szimplán. Mit kellene akkor tennem, amikor én egy ilyen füstöt látok a távolban, mondjuk a településen belül? Ha akkor érdemes, menjek, igen, nézzem meg? Igen, érdemes megnézni, illetve meggyőződni ennek a pontoságáról, mert volt már olyan eseményünk, hogy bejelentette a jelző, hogy tüzet lát, kimentünk, és gyakorlatilag nem tűz volt, hanem elindult esetleg egy munkagép, ami nagy füsttel járt, vagy begyújtottak éppen egy kályhába, és adott esetben, ha visszakereshető a jelző, hát nem fogják megdicsérni ezt a jelzőt. Maradjunk ennyibe. De igazából, ha meggyőződünk, ugye mindenkinek állampolgári kötelessége az, hogy jelezze az eseményt, csak arról meg kell győződnünk, hogy pontos címet tudjunk adni, pontosan mi ég, mi van veszélyben, van-e életveszélyben, ezt mindig meg fogják kérdezni, akár egy közúti balesetnél is, amikor a jelzés beérkezik akár a veszélyhelyzeti központban, akkor gyakorlatilag sokszor ugye ideges a jelző, és neki úgy tűnik, hogy felesleges kérdéseket tesz fel az operátor. Nem, ez a segítséget nyújtó egységeknek egy fontos információkat tudunk vele adni, mert ők már az úton fel tudnak arra készülni, hogy mik azok a kezdő lépések, amit felé neki kell indulni. Tehát gondolok egy közúti balesetre, van-e valaki beszorulva, van-e az eseményben egy olyan tehergépjármű, ami esetleg veszélyes anyagot szállít, akkor le kell keresnünk, hogy a veszélyes anyag mivel, hogy viselkedik. Tehát egy csomó olyan segítséget meg tud ebben nyújtani, hogyha egy részletes kikérdezésre minden legpontosabban tud válaszolni. Hát akkor türelmesnek kell lennünk, mi kikérdeznek bennünket az ottani kollégák, és ha már a lakásban vagyunk, még a szénmonoxid mérgezésről is szóljunk két szót. Véget érő félben van a fűtési szezon, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne így még van. Baj. Tehát pont arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy téves elméleteket ne szőjünk. Gyakorlatilag nem csak a fűtési szezonban tudunk CO mérgezést előidézni, azért azt tudjuk, hogy vannak, illetve főző eszközeink is vannak, gáztűzhelyünk van, ami nyílt lánggal ég, ugye, és ha bezárjuk az ajtót, ugye beindítjuk a klímaberendezést, hogy azért ne legyen melegünk a nyáron, és képes arra, hogy egyes helyekről visszaszívja a mérgező éghető termékeket. Tehát mindenképpen érdemes odafigyelni. Ma már egy ilyen eszköz, ami előre jelzi a CO-nak a jelenlétét, ez gyakorlatilag nem egy akkora összeg. Igen, ilyen 10-20 ezer forintos tételeket jelent, de én úgy gondolom, hogy nem ez az összeg, ami az emberi életnek az értéke összemérhető ebben. Tehát mindenképpen megéri ez a beruházás. És erről már talán többször beszéltünk, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a honlapján a pozitív-negatív listák megtalálhatók, és mielőtt ilyet szeretnénk venni, nyilván azért ott nézzünk a típusokban, nézzük meg a típusokat, hogy melyiket érdemes megvenni, és melyiket nem érdemes megvenni. Bent voltunk a lakásban eddig, most pedig kimegyünk, mégpedig a szabadban tartózkodás szabályairól beszélgetünk. Nem egészen értettem én ezt a témát, és megkérdeztem a kirendeltségvezető úrtól, hogy ugye
arról van most szó, hogy elmegy a család kirándulni, különböző túraútvonalakat, főleg a hegyes vidékeken, de végig szeretné járni, és aztán vagy eltéved, vagy nem talál ki, vagy egy szakadékban találja magát, és ilyenkor mi a teendő. Hát először is hogy kell kint tartózkodnunk a szabadba, amellett, hogy szívjuk a jó levegőt, és jól érezzük magunkat? Tehát itt is, mint mindenhol, én úgy gondolom, hogy az első alapvető fontos feladat a testi épségünknek a megőrzése. Tehát nem véletlen vannak az ilyen helyeken a túraútvonalak kijelölve. Én óvaintek mindenkit, hogy letérjen a túraútvonalról. Nyilván ezek azért lettek kijelölve, mert ez egy kiépített, biztonságos terület. Ha erről letérünk, akkor onnan akár mélyebb szakadékba csúszhatunk, ami már az előfordult a közelmúltban is több ilyen esemény, amikor tűzoltóegységeink több órás megfeszített munkával összedolgozva a mentőszolgálattal, vagy akár a Pest megyei kutató-mentő szolgálattal, hogy fel tudjuk őt hozni, hogy további sérülést ne okozunk, illetve a mi embereinkbe sem keletkezzen tovább bármilyen nemű sérülés. Tehát ez komoly erőket von el, nem beszélve róla, hogyha ez korlátozott látási viszonyok között történik. Vagy sötétben? Hát igen, éjszaka sötétben, erre gondoltam, vagy esetleg olyan ködös időszakban. Tehát mindenképpen. A másik az, hogyha ilyen úton ér bennünket bármi baleset, akkor nagyobb az esélyünk, hogy bárki ránk talál. De ha letérünk erről az útról, más nem biztos, hogy le fog térni, és akár napok is telhetnek el, hogy ott az embert megtalálják. Azért tudnunk kell azt, hogy az ilyen kirándulások során gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy többször akár még a telefonon térerőnk sem lesz. Tehát még segítséget sem fogunk tudni hívni, tehát azért nehéz így az embernek a behatárolása. Tehát ezért mindenképpen érdemes a megfelelt túraútvonalakon menni, illetve úgy elindulni olyan időpontban, hogy azt tudjuk, hogy legalábbis ahol mi megálltunk az autóval, leparkoltunk, oda még világosan vissza tudjunk érni, mert nyilván, hogy az embernek a térérzéke, meg minden érzéke sötétben másképp fog működni, mint az világosan meg szokott történni. Hát mi elég sík vidéken élünk, nem tudom, hogy a monoriaknak vagy a dabasiaknak volt-e ilyen mentésben részük. Hát igazából előfordul itt is, a sík területen is el lehet erdőbe tévedni. Nyilván, ahogy megyünk bele a nyárban, egyre több a zajnövényzet, mindenféle más növényzet, és akkor ugye, ha gyerekeket felügyelet nélkül hagyjuk, könnyen el tud tévedni az erdőbe, és általában azért a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy amikor az ember veszélyben van, akkor nem biztos, hogy a menekülő utat fogja választani, mindig mélyebbre fog kerülni. Tehát ezért is érdemes odafigyelni a kiskorú gyerekekre is, hogy ne tudjanak elkeveredni. És ha már kint vagyunk a szabadban, akkor a szabadtéri tüzekről is beszélgetnünk kell. Három részre bontjuk ezt a szabadtéri tüzet. Egy, amikor kirándulunk, és ott próbálkozunk meg szalonnát sütögetni. Aztán beszélünk majd az avarégetésről belterületen, és természetesen a sütögetésről is fogunk beszélgetni, hogy milyen szabályok vonatkoznak mindenre. Na nézzük akkor a kirándulós. Igen, a kirándulásnál egy alapvető fontos dolgot, mielőtt bármilyen belekezdünk, érdemes tisztában lenni. Ami az, hogy éppen van-e tűzgyújtási tilalom, vagy nincsen tűzgyújtási tilalom. Tűzgyújtási tilalom idején a kiránduló helyeken, még a kijelölt tűzgyújtó helyeken sem lehet tüzelni. Tehát ez egy alapvető fontos téma. És ha mind a hármat össze akarnám foglalni egyben tanácsként, az egy fontos tanács, hogy semmilyen körülmény között nem hagyunk őrizetlenül, felügyelet nélkül tüzet. Tehát ez történhet lakáson belül, lakáson kívül, sütögetésnél, bármikor. Minden esetben fel kell arra készülnünk, hogyha ez a tűz olyan nagyságba fog elindulni, ami már nekünk nem hasznos, akkor ezt gyakorlatilag el tudjuk oltani, meg tudjuk fékezni, tehát ne menjen tovább. Tehát mindenképpen legyen a kezünk ügyében olyan eszköz, berendezés, amivel ezt el tudjuk oltani, vagy vissza tudjuk csökkenteni abban azokban a körülmények közül, ahogy nekünk kell. És akkor visszamegyünk a kirándulásra egy kicsit. A kijelölt tűzgyújtó helyeken is általában ezek úgy vannak kialakítva, hogy egy méteres körzetben éghető anyag nincs jelen. Ha mégis esetleg jelen van, takarítsuk meg, mielőtt begyújtanánk a tüzet. Nyilván körbe kell ezt rakni kövekkel, ha ez nincs megtéve, vagy körbe kell ásnunk esetleg. Nyilván azért is fontos egy lapát, hogy ezt meg tudjuk ezt az ásást csinálni, vagy ott helyzetre tudjunk rá homokot dobni, tehát tudjuk irányítani úgy ezt a tüzet, ahogy mi szeretnénk. És mindenképpen oltsuk el. Mikor befejeztük a főzőcskézést kín, vagy a sütögetést, akkor mindenképpen úgy hagyhatjuk el a tűzgyújtási helynek a környezetét, hogy arról meg kell győződni, hogy ott semmi szikra, egy feltámadó szél nem tud tovább vinni egy szikrát, nem tudja esetleg az erdőt felgyújtani.
akár lelocsolással meg kell győződni, hogy nem maradt parázs, vagy akár földelvaló letakarással ezt meg kell oldanunk. És ugyanez igaz is, már ennyire én is tudom a szabályokat, az otthoni grillezésnél, meg sütögetésnél ugyanígy el kell takarítani, mert nagy baj lehet belőle, hogyha aztán éjszaka jön egy szellő, és mégis szikrázik. Viszont az otthoni avarégetésről kell beszélnünk. Ugye most éppen abban az időszakban vagyunk, bár májusra már többnyire végezni szoktunk ezzel, de hát az időjárás az nem volt kegyes hozzánk, hogy összegyűlik a kerti avar, összegyűlik a kerti hulladék. Ami ha száraz állapotában van, és most monorról beszélek, pénteken 8-tól 8-ig lehet elégetni, de csak szigorúan pénteken. Jelen pillanatban még. Így van. Ezt el kell, hogy mondjam, mert mihelyest a veszélyhelyzetnek a kihirdetése meg fog szűnni, tehát megszűnik a veszélyhelyzet, abban a pillanatban a 2021. januárjában hozott törvény fog életbe lépni, ami az önkormányzatoknak a figyelmét felhívta arra, hogy a helyileg kiadott szabályozást vissza kell, hogy vonja, és nem lehet égetéseket folytatni. Nyilván ez nagy terhet fog róni az önkormányzatokra, mert gyakorlatilag a hulladékszállítóval kell egy olyan szerződést kötni, hogy minél nagyobb mennyiségben el tudják a lakosoktól ezeket a keletkezett növényi hulladékokat szállítani, hogy ne kelljen a területen ezt elégetni. Bár én még mindig biztatok mindenkit arra, hogy azért, akinek van egy kis kertje, érdemes ezeket az anyagokat esetlegesen bérbe venni, ágdarálót megdarálni, lekomposztálni, és akkor akár a kis kertünkben felhasználható olyan komposzt fog keletkezni, amit fel tudunk használni. Akár virágültetésnél is nagyon hasznosak lehetnek ezek a dolgok. Tehát ugye monoron reggel 8-tól este 8 óráig és pénteki napokon lehet jelen pillanatban égetni, ez a rendelet tehát még működik és jelen van. Viszont mi történik akkor, hogyha én hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön valamelyik nap teszem ezt a tevékenységet, illetve bár a megadott időpontban, de kristálytisztán látszik a füstből, hogy ez bizony nem avarégetés és nem kerti hulladék, hanem mondjuk egy jó kis autógumi ég. Kinek a feladata az, hogy ezt a rendeletet jelen pillanatban betartassa, szankcionálja, és hát úgy egyáltalán? Ez egy kicsit több rétű a feladat, és rögtön az alapokról indulva még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit ön is elmond, hogy égetésről beszélünk. Tehát nem füstölésről, meg nem szemétégetésről, hanem kerti hulladéknak az égetéséről beszélünk. Nyilván találkoztunk már többször olyannal, hogy akármilyen vizes, megpróbálja a kuncsaft ezt eltüzelni, tehát az füstölés, nem tüzelés. Tehát ezt mindenképpen ki szeretném volna hangsúlyozni. Maga a szemétnek az égetése amúgy is tilos. Egyébként elég összevont ez a kérdés, amit feltett nekem. Gyakorlatilag több szervezetnek van ebbe feladata. Van a tűzoltóságnak, a katasztrófavédelemnek benne feladata nyilván a megelőzési stádiumban, illetve a figyelemfelhívásban, illetve van akár az önkormányzatban is. Tehát maga a szankcióban alapvetően mi hatáskör hiányában mindig az intézkedést át szoktuk adni az illetékes önkormányzatnak a jegyzőjének, mert ő neki van ebben eljárási kényszere, illetve lehetősége arra, hogy szankcionálja az itt szabálytalanul végrehajtott tevékenységet. Ugyanakkor akár a közterületfelügyelő, tehát több olyan szervezet van, akinek érdemes erre odafigyelni és felhívni a lakosok a figyelmét. Azért a területünkön szerintem több lakos már megtapasztalta azt, ha éppen arra járok és nem időre megyek, akkor én is meg szoktam állni és el szoktam oltatni. Meg szoktam nekik mondani, hogy gondolja azt végig, hogy érdemes-e kockáztatni, hogy bejelenti valaki és a tűzoltóink ki fognak jönni, el fogják oltatni, vagy eloltják, és még esetlegesen a kiszállás költségét is rá fogják terhelni. Tehát, na, mekkora ez a kiszállási költség, illetve hát azért én nem szeretem rémizgetni különösebben a nézőinket, mert inkább próbáljuk itt megelőzni prevencióval a történetet, de azért csak van egy tolik határ, amikor azt mondja az egyik vagy a másik szervezet, hogy na, ezt most már nem lehet így csinálni, és akkor küldi a csekket. De mekkora csekket? Nyilván ez mindenkinek más-más a lehetőségei. Nálunk is a kiszállási költségét mindig az határozza meg, hogy mekkora távolságra megy az autónk, hány fővel van az autó, tehát sok-sok minden behatárolja, de azért nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, hogy 5000 forinttól indul fölfelé ezeknek a szankcióknak a határa.
de nyilván a fő cél az lenne, nem is a szankció a fő cél, hanem a fő cél az, hogy sem magunknak ne okozunk kellemetlenséget, se a környezetünknek, és azért nem utolsó sorban azért ezek a jogszabályalkotások azért történnek, mert azért elég sokat emlegetjük az ökológiai lábnyomunkat, tehát nyilván, hogyha a levegőt mindenféle szemétégetéssel fogjuk szennyezni, így is elég sok a levegőben a szennyező összetétel, anyag, vagy az anyag, és ehhez még mi is rásegítünk, akkor nem tudom, hogy mennyire lesz egészséges életmódja az unokáinknak, vagy akár a gyermekeinknek. Toborozni fogunk perceken belül. És akkor az első kérdésem az, hogy az őszi tanfolyamig még van lehetőség ugye elindítani magát a folyamatot. Milyen folyamatról beszélünk, és mikor kezdődik ez az őszi tanfolyam? Az őszi tanfolyam szeptemberben kezdődik, de nyilván már beszéltünk erről többször, hogy amíg eljut a jelöltünk abba a stádiumba, hogy ő felvételt fog nyerni arra a tanfolyamra, elég sok lépcsőn keresztül át kell menni. Itt beszélve, elindulva onnan, hogy egy körzeti orvosi igazolás kell, hogy mentes olyan fertőző betegségektől, amivel közösségben tartózkodhat, illetve kell neki beszerezni tüdőszűrőpapírt, utána elkerül a mi üzemorvosunkhoz, az üzemorvos után elkerül a mi pszichológusunkhoz, kell egy fizikai felmérőt neki tenni, és ez mind-mind idő, átfutási idő, illetve maga a szervezethez bejutáshoz kell egy nemzetbiztonsági átvilágításon átesni, és ez az elég hosszú folyamat. Még nem maga a folyamat hosszú, hanem addig, amíg eljutunk addig, hogy éppen a nemzetbiztonság foglalkozni fog velünk, éppen, hogy megvizsgáljon bennünket, hogy alkalmasak vagyunk erre. Ugye arról már sokszor beszéltünk a toborzás során önnel is, meg a Kristóf kollégájával is, hogy azért nem feltétlenül diplomás szakembereket várnak, vagy nem tudom én, programozókat, meg közgazdászokat, hanem kézzelfogható szakmunkásokra is szükség van. Igen, egy kicsit átfordítanám. Nyilván, ha valaki diplomás, és mégis kétkezi munkát szeretne végezni, akkor teljesen alkalmas lesz ő erre. De nyilván, mint minden, akár a gazdálkodó szervezeteknél, mindig a magasabb kvalifikált emberekkel, mint vezetőkből van kevesebb, nyilván a kétkezi munkásból sokkal több kell. Tehát gyakorlatilag nálunk lehetővé válik az, hogyha valakinek olyan volt, amikor kitétel volt, hogy érettségi legyen a kollégáinknak, de ma már lejjebb került ez az előírás pont azért, hogy nagyobb lehetőséget biztosítsunk másnak is. Tehát gyakorlatilag akinek szakmunkás bizonyítványa van, olyan szakmája van, abból már lehetőséget biztosít. Nyilván azt azért figyelembe kell venni, hogy bármiféle OK és végzettség nem megfelelő, hanem szakképesítésének kell, hogy legyen ahhoz, hogy felvételt tudjon hozzánk nyerni. És akkor a végén az a kérdésem, hogy milyen korosztályt várnak? Hát a korosztályban nagyon tágas paletta, 18 évtől akár 50-55 éves korig is jöhet az ember, mert akkor még mindig van egy 10 éve, hogy nálunk szolgáljon, de azért végig kell ezt reálisan gondolni. Egy 55 éves embernek már talán az egészségi fit állapota nem biztos, hogy olyan, hogy ezt bírni fogja ezeket a munkákat. Tehát nyilván, hogy a fiatalabb korosztálynak mindig nagyobb az esély, meg hosszú távúbb munka lehetőségbe tud gondolkodni. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, és egy hónap múlva újra találkozunk? Igen, természetesen. Akkor szeretettel várom akkor is. Rendben, így lesz. Kedves nézőink, Gere Imre kirendeltségvezető volt a vendégem. Köszönjük a figyelmüket. A Falánk Fánkfalók találkozóján a Monor Hegyesi Lions Club elnökével, Monori Sándorral készítettünk interjút a programról, és arról is kérdeztem elnök urat, vajon mire számíthatunk még az idén, amikor újra lehet például jótékonysági koncertet szervezni. Sándor, te vagy a Monor Hegyesi Lions Clubnak az új elnöke. Mikor volt utoljára Falánk Fánkfalók találkozója? Sajnos az elmúlt évben elmaradt. Ezért, tehát 2 éve ezelőtt volt a legutolsó fánkfaló. Az idei év az viszont a 10. jubileumi fánkfaló rendezvényünk. Mi mindennel foglalkoztatok az alatt az idő alatt, amíg a pandémia tartott, hiszen nem lehetett nagyon összejönni, nem lehetett rendezvényeket gyártani, semmit nem lehetett gyakorlatilag csinálni. Nagyon büszke vagyok a Lions tagokra, mert a pandémia alatt is online térben tudtunk találkozni egymással, és folyamatosan üléseztünk, és mindenféle olyan
ügyeinket el tudtuk intézni, amire mindenképpen tehát szükség volt. Rendezvényeink igazából nem voltak, de jótékonykodni akkor is tudtunk, ugyanis rengeteg meleg ételt tudtunk kiadni például a családsegítőnek. Mi mindennel jótékonykodtatok még? Többek között minden évben, és így az idén sem maradt el, vagy bocsánat, tavaly évben sem maradt el a karácsonyi csomagnak az elkészítése, amelyet minden iskolának tehát ki is vittünk. Körülbelül hány családnak tudtatok így segíteni? Sac per kb. Nem kell pontosan. Pontosan 50 családnak tudtunk segíteni. Az köszönjük igen. Szépen. Mi mindennel foglalkozik most 2022-ben az Egyesület? Ugye a taglétszám nagyon fontos kérdés. A taglétszám fontos kérdés nálunk, és jó hírt tudok mondani, mert 3 év után újból növekedett a taglétszámunk. 2 új tagunk volt, pont hétfőn volt a tagavató, egy ilyen ünnepélyes vacsora keretében, ahol 2 új tagot tudtunk így felvenni. Ők miben tudnak majd segíteni a Lions Clubnak? Rengeteg feladat fog rájuk hárulni. Ők fél évig voltak olyan tagok, akik figyelték a munkánkat, és hamarosan, tehát teljes egészében be tudnak csatlakozni, és gyakorlatilag a minden területen fognak tudni majd segíteni, amivel a Lions foglalkozik. Na beszéljünk akkor a mai napról. Elégedett vagy-e a kilátogatókkal? Mindenképpen. Jelen helyzetben, tehát a pandémia után, illetve ilyen háborús környezetben azt gondolom, hogy óriási nagy dolog, hogy tényleg ennyien eljöttek és kijöttek ide Fánkfalóra jótékonykodni. Ha jól tudom, akkor nagyon-nagyon sok lisztből készítettetek fánkot. Vajon meg tudod-e mondani nekem, hogy mégis mennyiből? Mert hát ez óriási mennyiség. Láttam, én Isten bizony nem vagyok egy irigy, de volt, aki 8-10-et is vitt. A lisztmennyiséget nem tudom megmondani, ezt a Marian szoktam mindig intézni, de tudom, hogy tényleg rengeteg alapanyagot vásároltunk, arra készülve nagyon sokan ki fognak jönni a rendezvényünkre, és meglátogatnak minket, és jótékonykodnak. Áruld el nekem, légy szíves, nagyon kevés fánk van, mi az oka? Hát nem győzzük sütni. Itt nagy az érdeklődés, jó az idő, úgyhogy örülünk neki. Mennyi lisztből kevertetek be fánkot? Nem tudom. Marian tudja, ő volt a bevásárló, igen, ő tudja. Jó, akkor milyen ízesítést kínáltok? Lekváros fánkok vannak, szamóca és barack lekvár, és pudingot készítettünk, vaníliás csokoládé és pudingot. Melyik a kelendőbb? Azt hiszem a vaníliás puding, de a barack lekvárral vetekszik. Milyen érzés így 2 év után újra megcsinálni? Gyere ide, Ági, téged is hadd kérdezzelek meg. Így 2 éves kihagyás után újra fánkfalót csinálni. Hát már várta ezt nagyon a klub, mert végül is egy olyan hagyomány volt ez a klub életében, ami úgy hiszem, hogy arra érdemes, hogy még egyszer és még egyszer és még egyszer ismételjük meg. Elegendő-e, akik kint ülnek vendégek, vagy vártok még? Hát én szerintem szerencsésnek tartható az, hogy nem mindenki így gyülekezik, a pandémia miatt is nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy kint ragyogó az idő, és szívesen elülnek a fánk, illetve a forralt bor, vagy éppen egy fröccs mellett. Meddig szokott tartani ez a buli, ugye? Általában áruljátok már el. Kifulladásig. Na de órában? A sötétedésig, ami most azért már elég kint van, egy 6 óráig biztos. Mit kívántok az embereknek a következő időszakra, illetve 1 év múlva, hogy találkozzatok? Hát reméljük, hogy sokkal jobb békés időben, mint ami most sajnos az országunk mellett van, amire azért mindenki aggodalommal gondolkodik, de pozitívan állunk hozzá, és én azt hiszem, hogy jövőre talán ugyanilyen jó hangulatban és sok-sok fánkkal tudjuk fogadni az ide kijövő vendégeket. Ági? Szintén. Én is így gondolom. Úgyhogy 1 évünk maradt ki, de hát szeretnénk, ha nem maradnak ki több. Megtudtam a lányoktól, hogy a normál fánkra mi minden való feltétnek, de jól látom, hogy túrófánk is van. Igen, az körülbelül 3 vagy 4 évvel ezelőtt egyszer csak itt gondoltunk egyet, hogy csinálunk egy túrófánkot is, mert kevés lett a fánkunk, és hogy annak nem kell annyi kelesztési idő, mint a farsangi fánknak, és akkor csináltunk túrófánkot. Hát olyan nagy örömmel fogadták a vendégek,
hogy azóta az első számú szinte a túrófánk, és most is legalább ugyanannyi túrófánkot csináltunk, mint amennyi farsangi fánkot, majdnem, és a túrófánk elfogyott, a farsangi fánk még van. Tehát örülünk neki, hogy ilyen kelendő lett. És a túrófánkot az hogy kell igazából enni? Azon kívül, hogy a szánkon. Azon kívül, én tunkolva szeretem a legjobban. Kis tányér, valamilyen lekvár, vagy puding, tunkolva, egy falat, ide, egy falat, kész. Azt meg tudod mondani nekem, hogy hány kiló lisztből kevertetek be? Mert szerintem ez brutál mennyiség. Nagyon sokból, hát szerintem legalább egy ilyen 70-80 kiló liszt volt, amit így felhasználtunk. Minden évben tudjuk, hogy mennyit kell, minden évben megvan, minden évben egy kicsit ráfejelünk a dologra. Most ahhoz képest, hogy kezdtük 40 kilóval, és mondjuk 100 tojással, most már jóval több van, de most már tudjuk a receptúrát, hogy mennyi kell. Mindig elegendő, vagy van, aki hoppon marad már, aki a vége fele jön ki? Hát eddig még nem volt olyan, hogy valaki hoppon maradt volna, inkább többet sütünk, mint hogy ne. De hát elképzelhető, de az csak jó dolog. Nekünk. Az biztos. Nekünk jó dolog. Odakint még mi várja a vendégeket, mert ha jól tudom, akkor forralt bor is van? Forralt bor, a tea, meg a jó idő. Ezért imádkoztunk, úgyhogy fantasztikus időnk van. Ez a 10. alkalom, de ilyen tavaszi időnk még nem volt, mert mindig februárban szoktuk tartani, most egy kicsit késtünk, de nagyon szomorúak vagyunk, hogy a 10 év alatt egyetlen egyszer sikerült havas farsangot kiválasztanunk, sajnos. Arra emlékszem még, amikor bokáig érő hóban jöttünk föl. És szánkóval, lovas szánkóval lehetett feljönni a hegyre, hát sajnos ezt már nincs ma, sajnáljuk. Valika, mit kívánsz egy év múlva, 2023-ba? Hogy legyen, mint legyen, akkor már ugyan a 11. lesz, de... Ugyanilyen szép idő legyen, ugyanilyen sok ember legyen, ugyanilyen sok családnak tudjunk segíteni, akik erre rászorulnak. Én azt kívánom, hogy azok, akik megtehetik, azoknak adjunk, akik szívesen fogadják. Most talán először történt meg az a fánkfalon, hogy nem voltak extra sokan beöltözve farsangi ruhákba, de így is nagyon szép eredményeket értetek el. Ez mekkora jelentőséggel bír ezen a programon? Alapvetően már az óriási nagy dolog, hogy meg tudtuk rendezni ezt a rendezvényünket. Én büszke vagyok a Lions-os tagjainkra, hogy tényleg kijöttek, büszkén kijöttek ide, és annak ellenére, hogy kevesen is voltak kint, aki viszont kijött, az biztos, hogy értékeli azt, hogy mi továbbra is töretlenül folytatjuk a munkánkat. Ismételten mondom, hogy nagyon örülünk annak, hogy a sok-sok nehézség ellenére egy kicsit szerényebb létszámmal, de ugyanolyan pompázatos körülmények között itt a Fősterasszon megrendezhettük ezt a jelmezversenyt. És szeretném, hogyha kijönnének, aki hallja a nevét, Nyárádi Dávid és Nyárádi Bence, Grincs és Télapú. Gyertek ide! És egy nagy tapsot kérünk nekik, mert harmadik helyezést értek el a jelmezversenyen. Gyertek ide, a díjakat átadja Monori Sándor, a Monori Hegyesi Lions Clubnak az elnöke. Azzal szerettem volna kezdeni, csak akkor még valahol a zebrákat üldözte. Ez a bizonyos Adorján Lájon. Gyere, légy szíves ide, oroszlán. Ő, kérem szépen, hogy egy óriási tapsot kapjon. Ő kérte azt, hogy versenyen kívül, de azért részt vehessen ezen a kedves és bulis rendezvényen. Úgyhogy csokival, méghozzá ritva csokival utalmaz, és értékeljük a részvételt. És akkor folytassuk tovább. Szintén megosztott harmadik helyezést ért el Katona Csenge, a Cicamica! Következő helyezettünk, amint ugye Adorján beöltözött a Lions Club jelképét.
mutató jelmezbe. Hasonlóképpen a Lions Club eredeti és mostani célkitűzéseivel is összhangos az a jelmez, amelyik második helyezést ért el, mert hogy a vakok és gyengéllátók segítése a Lions Club világszervezetének, ugye a legnagyobb, a világon legnagyobb civil szervezetről van szó, tehát a célkitűzései közé tartozik a vakok és gyengéllátók támogatása, és Kopasz Viki és Kopasz Attila vaknak, illetve vakvezető típusnak adhatok be. És Monali Sándor, a Monali Lions Group vezetője átadja az értékes díjasodat. És kérem szépen, röpülj ide, kisasszony, röpülj ide! Fordulj meg, légy szíves! Hú, de szép! Jó, még egyet fordulj meg, és már is itt vagy, és fogadod a tapsot, és a jelmezverseny első díját, Rados Zita a Páva! Mesélnél nekem arról a rajzpályázatról, aminek az eredményhirdetése is megvolt? Igen, büszkék vagyunk erre nagyon, mert minden évben van rajzpályázatunk, és idei évben először az országos versenyen is részt vett az egyik pályázónak a munkája, és ott második helyezést ért el. Nagyon fontos volt ez számunkra, tehát megkoronázta végül is az elmúlt időszakot. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben a viszontagságos körülmények közepette sikerült megrendezni a békeposzter rajzversenyt, amely ugye egy világméretű esemény. Most ebben az évben Ami összeköt volt a címe világszerte ennek a programnak, és a világ minden kontinenséről, sok-sok országából a Lions Clubok ezt a rendezvényt megszervezik. Nincs ez másképp Monoron sem, és a Monori Hegyesi Lions Club már jó régóta, szerintem több mint 10 éve bekapcsolódott ebbe a világmozgalomba, és szervezzük ezt a programot, de ez csak úgy lehet és úgy működhet, ha van rá érdeklődés, és van rá készség, és van rá tehetség részletekről. Ez az idén is bebizonyosodott, hogy működik, így van, készség, jó szándék és tehetség is van hozzá, és megszülettek az eredmények. Én mondom a díjakat, először a külön díjakat, aztán a harmadik, második díj és első díjat, természetesen majd a végén, úgyhogy aki nem hallja addig a nevét, az már örülhet. És a díjakat Monori Sándor, a Monori Hegyesi Lions Club elnöke fogja átadni. Egyébként az egész szervezésében oroszlán részt vállalt dr. Burzsuk Valéria, aki a Lions Club aktív tagja és szerény személyem. És most következzék a díjátadás. Tehát külön díjban részesül a Monori Jászai Mari Általános Iskola tanulója, Torzsai Petra, aki tapsot kérünk. Nem tudom, hogy meghallja a tapsot, de nincs itt. A tanára Lázár Zsuzsanna. Úgy szintén külön díjban részesült Márta Boglárka. Üllőről Sajtosné Öllei Andrea a felkészítő tanára. Ők, róluk tudom, hogy nem jönnek, vagy nem jöttek, nincsenek itt, ugye? Márta Buglárka, de azért a tapsot megérdemli, meg a rajzát megmutathatjuk a kedves közönségnek. Szintén külön díjban részesült a Monori Adi iskola diákja, Kővári Kira, aki itt van, tessék, egy nagy tapsot kérünk Kirának. Kira a rajza. Köszönöm.
és szeretnénk a tanárát, Fazekas Tímeát is ide kérni. Tímea. És ő is megérdemli a tapsot és az elismerést. Tessék, akkor a Tímea. Hasonlóképpen külön díjban részesült a Monori Csillagfürt Alapítvány rajzosa, Katona Boglárka. És tanára Tótné Anka Margit. Margó? Jó, Margónak légy szíves majd az oklevelét átadni a Boglárkának. Még majd lesz még egy. Harmadik díjban részesült a Nemzetőr Általános Iskola diákja, Novotarski Noémi. Hol van Noémi? Én két is. A tanára Szent Irmai Cecília veszi az át. Az a különbség, hogy ez csak fénymás volt, mert az első öt díjat föltűntünk Budapestre az országos versenyre, és azokat nem kapjuk vissza. Tehát ezek csak ilyen fénymás volt részek, hogy a gyerekeknek meglegyen az alkotásuk. Köszönjük szépen. És természetesen Cecília is kapok levelet. Köszönjük szépen a felkészítést. Szintén harmadik díjban részesült a Jászai Mari Általános Iskola diákja, Horváth Csenge, aki egy tapsot kap, de szintén mutatom, szintén fénymásról. Meglátjátok, hogy mit művelt, és a díjat majd megkapja. És az oklevelet pedig Lázár Zsuzsanna a felkészít a második díjban kettő második díj lesz. Megosztott második díj. Az egyiket kapja Sándor Alexandra, Jászai Mari Általános Iskola. Felkészítő tanára Gyúzi Né Szőnyi Anikó. Szintén második díjban részesült, és egyébként szeretném megjegyezni, Árki Veronika, hol vagy? Árki Veronika, akinek egyébként a Csillagfürt Alapítványból, akinek a műve az országos magyarországi Lions pályázaton pedig harmadik díjat. Árki Veronika, Csillagfürt, tanára Tóthné Anka Margit. Veronika, a Margó néninek majd légy szíves, add át az oklevelét, jó? És kérem szépen, hadd mutassam be a Monori házi verseny idei győztesét, aki a Péteri Pitner Dénes Általános Iskola tanulója, aki nem más, mint Santo Henrietta. Nézzék meg a művet is természetesen. Tanára Halal Tímea. Tímea, úgy tudom, hogy most nincs itt. Tímea nénének, légy szíves. Azt tanár is elvisszük, mert beteg. Tanár nénének az oklevelét vigyenek el. Kérem szépen, ezzel mondhatnánk azt, hogy befejeztük a díjátadást és a zsűrizés díjátadást, na de van még egy slusszpoén, méghozzá. Van itt közöttünk ebben a teremben egy személy, akinek a tevékenysége ehhez a rendezvényhez is, sok máshoz is, de ehhez is kiemelkedően hozzájárul évről évre. Nem egyik évről a másikra, hanem sok-sok év óta, és ezt külön szeretnénk elismerni, és kérem szépen az elismerő hosszú szöveget, vagy Monori Sándor, a Lions Club, Monori Lions Club elnöke fogja elolvasni,
és az az oklevél, és az ezzel járó jutalom Szentírmai Ceciliának szól. Sanyi, olvasd fel! Ugye meg van hatolva, hogy nagyon, mert nem számított rá. Nem, mert megérdemel. És ezért megköltöm, nyugdíjban vagyok, és ez most megleti. Köszönjük szépen! Köszönöm! Ez a mostani programnak a bevételét mire fogjátok felhasználni? Gyakorlatilag több olyan cél is van, tehát ugye mindenki nagyon jól, hogy a menekültek milyen helyzetbe kerültek. Őket már bizonyos szempontból tudtuk is segíteni, mert a héten döntöttünk arról, hogy rendkívül gyors segítséggel 300 ezer forintot szavaztunk meg, és másnap már is utaltuk, tehát már jó helyre került ez a pénzösszeg. A másik rész, a másik csoport, akit támogatni fogunk, azok a hátrányos helyzetű gyerekek és a családok lesznek, aminek tényleg az ott az alapcélja, tehát maga a rendezvény az alapcélja, hogy oda fogjuk juttatni a pénzeket. Tehát gyakorlatilag az a két terület, ahova próbálunk segíteni a magunk módján. Sándor, áruld el nekem, így most nagyjából a derekán vagyunk ennek a programnak, még bőven jönnek fölfele a rendezvényre. 2023, tudom, hogy még messze van, meg egy év, meg addig még annyi minden történhet. Mégis mivel készültök? Rengeteg programunk van továbbra is. Voltak olyan programok, amik elmaradtak, nem tudtuk megrendezni. Ilyen volt például a szemszűrés. Azt talán nem sokan tudják, vagy talán többen tudják, hogy rendelkezik a Lions Szövetség egy szemszűrő busszal. Ennek a rendezvénynek az időpontja március 19 lesz, és itt lesz Monoron a könyvtárban. Bocsánat, nem könyvtárban, művözési házban. Vannak olyan rendezvényeink, például a Pál utcai fiúkat szeretnénk egy rendhagyó magyarán belül megtartani azoknak a gyerekeknek, akiknek ez a Molnár Ferenc mű, ez kötelező olvasmány. Ezen felül lesznek koncertek, lesznek rendezvények, amit mindenképpen megtartunk, hogyha a pandémiás helyzet engedni fogja. És akkor 2023-ban lesz Fánkfaló? Természetesen. Ez a Lions Club valójában egy nagy család, és ez a család nagyon készül arra, hogy jövőre is minél több embernek fánkot tudjon készíteni. És ha lehet azt mondani, akkor várunk mindenkit 2023-ban is. Első kézből rovatunkban még az áprilisi ülésből láthatnak részleteket, nevezetesen a közművesítéssel, a parkoló felújításával és a járdaépítéssel kapcsolatos döntéseket emeltük ki. Közművesítéssel kapcsolatos döntések. Ugye, mióta elkezdtünk ezzel foglalkozni, azóta mi a Vákumszelepaknák városa lettünk. Minden testületi ülésen dönthetünk Vákumszelepaknak telepítéséről. Ugye ezen a képviselő testületi ülésen is 5 Vákumszelepaknáról fogunk dönteni. Én már a DAKÖV felé egyébként jeleztem több építkezést is, például ők a Posa Lajos utcán lévő építkezéssel, a 4 lakásossal, ami szintén szerepel benne, arról nem volt információjuk, de most már mindenkivel felvették a kapcsolatot, és gyakorlatilag megtörtént a megegyezés, és most már csak a képviselőtestetnek kell arról döntenie, hogy rácsatlakozhatnak-e a rendszerre, hogyha ezt megépítik. Itt szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet arról, hogy ugye a szennyvíztisztító telepünk ugye a intézkedési terve ellenére azért most már 162 köbméterrel túl van terhelve, tehát ez azt jelenti, hogy a későbbiek folyamán ugye minél jobban fel kell gyorsítani azt a folyamatot, hogy a szennyvíztelepet bővíteni tudjuk. Ez ugye a mi szennyvíztisztító telepünknek 3600 köbméter a napi befogadó képessége. Hát vannak olyan napok, mikor meghaladjuk ezt egy kicsit, és valahogy kezelni kell ezt a problémát. Nyilvánvalóan ezekkel a új házaknak az építésével, illetve azzal, hogy,
hogy azért költöznek be Monorra, ha nem is olyan tendenciában, mint mondjuk a közvetlen agglomerációban, de azért érezhető az, hogy egyre több régi ház tűnik el, és egyre több új ház épül. Ez egyébként a képviselőtestetnek a későbbi döntése lesz, hogy majd gondolom le kell ülnünk majd így nagyobb körben, és át kell azt beszélnünk, hogy hogyan tovább. Én több problémát látok az ügyben, egyszer benne van az is, hogy hogyan legyen tovább a többlakásos házakkal, illetve azt, hogy meddig tudjuk még terhelni a telepet. Ez azt jelenti, hogy 6 település van ugye bekötve a szennyvíztisztító telepünkre, vannak olyan települések, akiknek még pozitív a mérlegük, Monornak nem. Monornak negatív a mérlege, de majd, hogyha összejövünk így együtt, és akkor még beszélgetünk erről a szennyvíztisztító telepről, akkor bővebben is ki lehet ezt fejteni, mert nagyon hosszan lehetne erről beszélni. Hogyha meg lesz a vízjogi engedés, meg lesz az agglomerációs terv, az is azt jelenti, hogy még egy, hát 2,5-3 év, mire a fejlesztés megvalósulhat, hogyha megvan rá pozitív döntés. Először Szabolcs, te voltál, akkor először megadnám a Csúzi Szabolcs képviselő úrnak a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A Völgykút utcából van a megkeresés, ugye ott az útfelújítással kapcsolatban igen, volt egy hosszas megbeszélésem az egyik ingatlan tulajdonossal, és ott ugye többféle kérés megfogalmazódott a utcában lakók felől, ugye tömegével száradnak ki a kutak, és akkor fölmerült, hogy mi lenne, hogyha a város segítene abba, hogy a Dakövön keresztül ugye az ivóvíz fölkerülne, de rögtön fölmerült a problémája a szennyvíznek is, és egy szigetszentmiklósi példát hoztak, ahol ugyanebben a helyzetbe jutott az önkormányzat, ugye agglomerációs, egyszerűen megtelt a szennyvíztisztító, kimaxolta a kapacitását, és rákötési stoppot hirdetett az önkormányzat, és ott úgy oldották meg, hogy egyedi zárt baktériumos víztisztító berendezéseket, szennyvíztisztító berendezéseket rakadtak le ingatlanonként, aminek az eredményeképpen olyan tisztított víz, vagy tisztított szennyvíz, ahogy nézzük, alakul ki, ami alkalmas a gyepnek a locsolására. Tehát a maga a kibányászott víz nem kerül egy tehát elvezetésre a településre, hanem ott marad, megtisztításra kerül, és egy olyan 5 év után körülbelül, vagy 5 éves ciklusokban kell a kerekelt iszapot kimernia, vagy kiszednia ebbe a tartálynak abból részéből, ahol összegyűlik, illetve időnként a baktérium flórát azt újra be kell juttatni. És én már addig jutottam, hogy megkértem ezt az ingatlan tulajdonost, hogy segítsen nekünk megszervezni esetleg egy találkozót a szigetszentmiklósiakkal, van ott kapcsolat az önkormányzathoz, hogy ők hogy jutottak, ezt hogy csinálták, van-e referencia, van-e mint a bármi, és akkor látnánk egy ilyet is. Most nem feltétlenül lehet, hogy ez a megoldás nálunk, de akár ez is eljöhet, hogy nem tudunk többet rákötni, és különös tekintettel a külterületre, ahol mondjuk ahonnan van szennyvíz kibocsátás, vagy esetleg a jövőben lesz, ott így visszabírjuk tartani a kapacitás növekedést, illetve ugye az egyik másik problémánkat is tudnánk csökkenteni, ez pedig ugye az ivóvíz bázisnak a nagymértékű csökkenése, ez mind a felszín alatti sekély rétegű, akár talajvizet, akár rétegvizet jelenti, mind a, ugye azt a vízkincsünket, ami az egész városnak, illetve nem is csak ennek az egy településnek, hanem többnek az ivóvíz forrását biztosítja. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő úrnak. Azért biztos, hogy ez nagy szaktudást igényel, mondjuk, hogy mikor jó az a víz, mikor lehet kilocsolni, mikor nem fogja szennyezni a talajt, illetve ugye ezek a szennyvíztározók, amit most nagy többségbe lehet vezetni, ugye ezen csak egy szivattyú méret fér le. Nyilvánvalóan ezek valami sokkal komolyabb szennyvíztározók, amiben ugye már valahogy le tudnak úgy jutni, hogy ezt az iszapot is ki tudják belőle szedni.
biztos, hogy lenne benne ráció, csak én mindig attól félek, hogy ki és mennyire fogja majd betartani ezeket a dolgokat, tehát hogy megvárja azokat a technológiai időket, hogy valóban ez a víz olyan állapotba kerüljön. Én mindig ilyenkor attól félek, hogyha az ellenőrzés, vagy a nincs rajta szem, tehát nincs egy ellenőrző szem az emberként, akkor lehet, hogy nem úgy jár el, ahogy a 100%-os ez. De abszolút jó, és tényleg nagyon fontos lenne, hogy a vízkészletünket megtartsuk, illetve azt azért tudni kell, hogy azért a nyári időszakban, ha nem is az, hogy nagy problémák voltak, de azért voltak zökkenők a vízellátásba, és nyilvánvalóan ez már le volt itt írva, meg el is mondtam képviselőtársaimnak, hogy hosszú távon azon el kell gondolkodni, hogy esetleg a városnak még kell kutakat fúrnia ahhoz, hogy nem is csak az ipart tudjuk ellátni, hanem hogy el tudjuk látni a lakosságot megfelelő mennyiségű ivóvízzel. Ugye ez én egyébként Arcsándor úrnak jeleztem azt a telket, ugye, amit múltkor is meg akartak tőlünk venni, azt a tanya helyet, mert az egyébként teljesen ideális lenne kútfúrása, mert az a vízbázisunkhoz nagyon közel van, van is megfelelő méretű terület. Az a kérdés, hogy majd honnan szerzünk forrást arra esetleg, hogy ezt a kútépítést véghez ügyünk. Megadnám a szót Sinkovics László elnök úrnak. Ismét itt tartunk, tehát én a jó múlt korában, amikor jeleztem, és ugye Csúzi képviselőtársammal is egyetértve, tehát hogy ugye az építési engedélyek számát ugye nem férünk hozzá, miközben vakon tapogatózunk, és minden testületülésen szavazgatunk arról, hogy beengedjük, ne engedjük. De ugye amit már veled beszéltem, én azért szíves figyelmét felhívnám a testületnek, más települések jó példáján, persze ezzel is dolgozni kell. Azért másút, tudomásom szerint ez a füstöléses módszerrel egy kicsit jobban odafigyelnek a csapadékvíz csatornahálózatba történő beengedésére. Tehát ugye hol azt mondják, hogy sok a víz, hol ugye kevés, de azért most ez a kicsi eső, ami nemrég volt, bár jönne a testvére meg a nagymamája is, azért az megmutatta, hogy mi a különbség az esős idő és a normál működés közt. Hát szerintem köbméter nagy. Több 1000 köbméteres nagyságrend, ha csak ha valaki megnézi a Gyáli egyesnek a vízszintjét, akkor már a laikus szem is észreveszi. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyanazokat a lépéseket, ahogy más települések jó tapasztalata, ennek tükrébe én azt mondom, hogy érdemes lenne, mert ha 50-100 köbméter per napi terhelést le tudunk csökkenteni, akkor már megint nyertünk egy kicsi időt. Megoldást nem nyertünk, de időt nyertünk, annak érdekébe, mert a vízzel nagy gond lesz, és azt a kutat előbb, azt a két kutat egyébként szerintem, ugye azt minél hamarabb valamilyen módon, ha pénzünk lesz rá, meg kell furatni, meg gond lesz a vízzel, csak annak az a szerencséje, hogy az nem büdös. Viszont azért a hál az átemelőink, amik vannak, olyan túlterheltek, és nem tudom, hogy benneteket keresnek, engem folyamatosan szoktak, mert ugye eddig a katolikus kis templom volt az az ominózus hely, ahova a cséfharaszti döglött szennyvíz jött be, és az önmagába ugye azt tudjuk, hogy büdös, akinek már volt tárcsás mosógépe, és két napra benne hagyta, na az körülbelül az, most már az Erzsébet királyné átemelő se bírja el. Tehát ugye most a szélső úton lerakták a csöveket, az autópálya mérnökség önálló hálózaton jön be, mert a péteri bekötés, a logika az lett volna, hogy engedjük bele a péteri bekötésbe, már a péteri bekötés is túlterhelt. És én most nem a telepről beszélek, hanem a magáról, a hálózatról. Tehát attól még, hogy 82 darab új vákumakna le lesz rakva, ez megoldás a pillanatnyi problémára, de ettől még a hálózat, a gerincvezetékek, illetve a nagy átemelők, azok le fognak kattanni. Mert hogy egyébként, ami menne időszakosan, az most gyakorlatilag folyamatosan megy. Tehát én azért kérném polgármester urat, hogy az üzemigazgató úrra győzködjük már meg, hogy hogy valami olyan saját hatáskörbe hozott ötletek, gondolatok szülessenek már meg, mert én megmondom őszintén, amikor a lakosság megkeres, én tisztelettel invitálom Arcs Sándor üzemigazgató úrhoz, aztán jó reménységgel, jó magam is bízok benne, hogy történik valami. Köszönöm szépen. Köszönöm, amit
mondott képviselő, nem biztos, hogy ilyenek vannak, de azt azért hozzátenném, hogy én már többször jeleztem az üzemigazgató úr felé, hogy szeretnénk azt, hogyha monoron megfüstölnék ugye a rendszert, és kiderülne az, hogy hol kötik rá a csapadékvizet. Ez ugye azt jelenti itt a monor tekintetében, hogy a csapadékosabb idő esetén 5000 fölé megy a napi bebocsájtott köbméter, sőt szerintem volt ennél már egy ezressel több is a nagyon extrém időszakban. Tehát ez biztos, és az egy dolog, hogy az egy dolog, hogy bemegy ez a rengeteg víz, de az, hogy a magának a medencéknek a biológiáját is kimossa, és ez nagyon nagy problémát jelent. Csúzi Szabolcs képviselő úrnak adnám meg a szót. Plusz gondolat ezzel kapcsolatban. Hát ugye volt szerencsém ez ügyben konzultálni a Arcs Sándor úrral. És ugye ez egy faramuci helyzet, mert egyik oldalról azok a vízspórolási programok, amiket már óvodától kezdve végzünk a gyerekek kapcsán, meg általánosan a lakosság kapcsán, azok beértek, ez már 15-20 éve zajlanak, beértek, és azt lehet látni, ez úgynevezett vezetőképessége a szennyvíznek, ami a sűrűségét, a hordott szerves anyag tartalmát mutatja, az meredeken ível fölfelé, tehát egyre sűrűbb szennyvizet bocsájtunk ki, ugye spórolunk az ivóvízzel, ami valahol nagyon jó. Viszont az említett biológia az egy bizonyos vezetőképességen intervallumra van beállítva. És elhangzott az is főmérnök úr részéről, hogy sokszor örülnek annak, mikor ugye záporvíz érkezik be a szennyvízzel együtt, mert visszahígítja egy kicsit az érkező szennyvizet, és ezáltal a biológia hatékonyabban dolgozik. Sőt, ugye az eredeti záporvízmedence, ami valamikor a legrégebbi időben még maga a biológiai medence volt, ami ott áll üresen. Ott áll üresen, azért záporvíz időben föl van töltve, ugye most Havária medencének van nevezve, föl van töltve, és amikor újra visszasűrűsödik a szennyvíz, akkor onnan szivattyúznak be higításra, hogy egyáltalán, amikor a biológiára ráér a szennyvíz, addigra olyan higítási állapotba kerüljön, hogy a baktériumok számára hozzáférhető legyen. Tehát egy nagyon-nagyon bonyolult és érzékeny rendszer. Itt aki nem foglalkozott ezzel, az, de miért is kéne, hogy teljes mértékben rálásson, tényleg ilyen madzaokkal rángatjuk a bábút, és sok veszélye van. Mindenféleképpen ugye értelemszerűen a bővítés lenne a legjobb, de az, mire elkészül, hogy a polgármester is mondta, akár évek, tehát azelőtt kell valami megoldást találjunk, amivel ezt a helyzetet javítjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő úrnak a hozzászólást. Akkor szavaznánk, és akkor ha szavaztunk, akkor utána egy 10 perces szünetet rendelek el. Jó? Látom, mindenki örül neki. Akkor először, mielőtt elmennénk szünetre, szavazzunk a közművesítéssel kapcsolatos kérdésekre. A Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság 138/2022-es határozati javaslatáról. Aki ezt támogatja, aki egyetért vele, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Tizenegy igen szavazata, a képviselőtestet egyhangulag támogatta. Parkoló felújítás az Egészségház belső udvarán, valamint a Monori Városi Sportcsarnok épülete feleli első murvás parkoló területének kialakítása, és ebbe a műszaki ellenőrnek a kiválasztásával kapcsolatban lenne egy ilyen utólagos elfogadás a képviselőtestület részéről. Ugye a határozati javaslatban meg van jelölve a műszaki ellenőrnek a díja. Ugye szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a sportcsarnok parkolójának a átépítése, felújítása az elindult, tehát ez azt jelenti, hogy a második parkolót, ami ugye még murvás volt, az most térkövesre lesz átépítve, az a jövő héten be fog fejeződni, hogyha minden igaz, és
körülbelül olyan május közepén tudnak nekiállni a Gombos Matild parkolójának. Ez pedig azért van így, mert hogy várni kell még a térkőre, még nem érkezett meg a térkő, és a Gombos Matild parkolójának a felújítása az ugye két ütemben fog zajlani. Először ugye a hátsó rész lesz elkészítve, a sportcsarnok felé eső rész, majd utána a másik rész, de egyébként a sportcsarnok murvás parkolóját lehet majd addig használni, hogyha nem férnek el a gépjárművek a fele parkolón. És szerintem egy olyan egy hónap, öt hét lesz a kivitelezésnek az ideje. Akkor ugye a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a műszaki ellenőrnek a megbízási szerződését, vagy pontosabban a megbízását. Kérdezném elnök urat, hogy kívánja kiegészíteni. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük a napi rendi ponthoz. Amennyiben nincs, akkor a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 139/2022-es határozati javaslatát tenném szavazásra. Aki egyetért vele, az igen gomb megnyomásával jelezze. Tizenegy igen szavazatta, a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Huszonnyolcas járdaépítéssel kapcsolatos kérdések. Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ugye két részre oszlik a járdaépítéses napi rendi pont. Az egyik a Péteri úton, ugye a Holtsugár és a Napsugár közötti szakaszon ugye meg kell terveztetnünk a járdát. Én már beszéltem a tervezővel, kivitelezhető, megoldható az, hogy ott működjön a járda. Ugye ott nagyon nagy probléma van azért, ugyanis nincs normál járda, ugye az útépítésnél kikotorták az árkot, így az még nagyobb lett, még inkább elvette azt a részt, ahol eddig valamennyire tudtak a gyalogosok közlekedni, illetve mióta felújításra került az út, megnőtt a forgalom is, nagyobb sebességgel közlekednek, sokkal veszélyesebb lett a gyalogosok számára az, hogyha az útpatkán közlekednek, ezért volt onnan lakossági észrevétel is jött be, és akkor meg fogjuk terveztetni ott ezt a szakaszt, és majd a későbbiekben, hogyha a tervek elkészülnek, és a közút is rábólint, illetve jogerőre emelkednek, akkor pedig meg fogjuk építeni azt a járdaszakaszt. A többi járda esetében, ugye itt körülbelül 1600 négyzetméternyi járdáról beszéltünk, amik a képviselők javaslatai által, lakossági javaslatok által jöttek be. Itt azt tudni kell, hogy úgy próbáltuk priorizálni ezeket a járdaszakaszokat, hogy minél jobban a belvárosban legyenek, minél nagyobb forgalmúak legyenek, és minél inkább minél nagyobb összefüggő járdaszakaszokról beszéljünk, és azok legyenek kivitelezve. Nyilván a nagyobb és összefüggő járdaszakaszoknál sokkal jobb árajánlatot tudnak adni, mint némely esetben, hogy itt csináljunk 10 métert, ott 12 métert, de nyilvánvalóan minden egyes kérelmet egyszer ugye meg fogunk valósítani. Most 30 millió forintot különített el erre a képviselőtestület. Meglátjuk a mostani árajánlatok alapján, hogy ebből az árból a mostani árak mellett, ha jól emlékszem, akkor ki van írva oda a beton minősége, mindegy a C20, C25-ös beton lesz rá. Elméletileg azt mondják, hogy ez a betonjárda már bírja a sót, illetve vannak olyan járdaszakaszok, mint például a József Attila utcának, a Kossuth Lajos és a Batthyány utca közötti szakasza, aminél az volt a javaslat, hogy inkább térkövezve legyenek. Nem olyan nagy az árba a differencia, viszont az alapvetőleg a belvároshoz tartozik még, illetve van más olyan kisebb rész is. A Petőfi utca tekintetében ugye egyeztettünk előzőleg a Petőfi utca terveinek a készítőivel, és ők azt mondták, hogy felül kell vizsgáltatni a
tervet. Nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy a Petőfi utcának a Dózsa-György utca és a Széchenyi utca közötti szakasza az fel legyen újítva, még azelőtt, mielőtt az egész tér megújul, ugyanis azok azért az előzetes költségbecslések alapján az viszonylag egy nagyobb forrást igényel majd, de a járdát meg kellene addig csinálni, ugyanis nagyon rossz minőségben van az a járda, és a vasútállomás miatt azért ott jelentős a forgalom. Ez majd akkor tud megvalósulni, hogyha a terv felülvizsgálatra kerül, és ugye meg tudjuk azt nézni, hogy ne úgy építsünk járdát, hogy majd 3 év múlva el kelljen esetleg bontani, vagy a szintekkel probléma legyen, vagy a közművekkel bármilyen probléma legyen. Úgyhogy most jelenleg, amit az előző testületi ülésen tárgyaltunk, elfogadtunk, azok a járdaszakaszok lesznek belevéve, illetve a kisebb szakaszokat is megnézzük, tehát hogyha beleférünk a költségkeretbe, akkor még biztos, hogy lesznek plusz járdaszakaszok. De gyakorlatilag most ki vagyunk maxolva teljesen. Itt gyakorlatilag a járdaépítéssel kapcsolatos kérdéseknél egyszer kellene ugye a tervezésről döntenünk, és akkor utána pedig kellene döntenünk az ajánlattételi felhívásról, tehát erről a kettőről kellene dönteni. Megadnám a szót Magdics Máté képviselő úrnak. Polgármester, akkor ezek szerint jól értem, ez a Petőfi akkor az most ki fog maradni? Igen. Nem tudjuk megépíteni most a Petőfi utcát, mert arra vannak engedélyes terveink, és az elmúlt időszakban ott megépült már egy bizonyos helyen a járdaszakasz, illetve a Széchenyi utca is kivitelezésre került, bár ott figyelembe vették ugye ezeket az elkészült terveket, és illetve a közműhálózat is átépítésre került, ugyanis ott a Petőfi utcai terveknél az van, hogy megépítjük ugye a vízelvezetést a hiányzó szakaszon, megépítjük a vizet, tehát ott a Virág utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon nincs vízvezeték, illetve vannak más közművek is, például a villamosvezeték is be fog a föld alá kerülni, csak ott ugye az a probléma, hogy itt külön-külön kell akkor a családi házakhoz is ugye a bekötéseket megoldani. De most megtörténik a terv felülvizsgálata, én azt gondolom, hogy jövő évben meg tudjuk csinálni a járdát. Szövegben szerepel, hogy esetsoron kívül, akkor ezt az esetleget tudnánk törölni? És mondjuk egy módosító javaslattal, hogy a Petőfi utcára milyen is lehetőség van, akkor azt soron kívül vegyük be a felújítandó járdasoroknak az elejére. Én azt gondolom, hogy soron kívül, ha forrása van rá az önkormányzatnak. Tehát ezt tegyük hozzá, mert ugye nem is tudjuk, hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni. Ez külön határozati javaslat legyen? Jó, akkor ez egy külön határozati javaslat. Akkor először szavazzunk erről a határozati javaslatról, hogyha elkészülnek ezek a felülvizsgálati tervek, vagy a terv felülvizsgálata, és az önkormányzatnak lesz rá forrása, akkor ezt a Petőfi utcai szakaszt megépítjük, nyilvánvalóan olyan anyaghasználattal, amit majd a tervező javasol hozzá. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag elfogadta, de ott nem biztos, ott valószínűleg a járdánál nem kell közművet építeni, de majd úgy nézik meg a tervezők. Akkor szavaznánk most először a Péteri útnál a tervezésről, és a fedezet pedig az elkülönített összeg terhére van meghatározva, tehát a 2022-es határozati javaslatról, aki egyetért vele, az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazat a képviselőtestet elfogadta, és akkor szavazzunk az ajánlattételi felhívásról, ami írásban került kiküldése. Aki egyetért vele, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag elfogadta.
Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Ne feledjék az adások ismétlésének időpontjait. Hétfőn délután 3 órakor, pénteken pedig este 9:30-kor kezdünk. A képernyő alján már is láthatják elérhetőségeinket. Telefonszámunk 29-es körzet 413-511. E-mail címünk geminitv2000@gmail.com. Honlapunkat pedig megtalálják a www.geminitv.hu címre kattintva. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen ezt a hétvégét is. Legközelebb május 21-én szombaton délután 5 órakor várjuk Önöket nagy szeretettel a képernyők elé. Viszontlátásra!